Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Soltvat Kertváros önkormányzata júniusi és egyben reményeink szerint az első fél évi utolsó képviselőtestületi ülésén megjelent minden kedves résztvevőt. Külön kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntöm a lévő érdeklődő vendégeinket, köszöntöm a napirendi pontok előadóit és napirendi pontok készítőit, a képviselőtestület tagjait, a hivatal vezetését és a jelenlévő segítő dolgozókat, intézményeink, gazdasági társaságaink vezetőit, a sajtó képviselőit, és mindazokat, akik a Vadkert Televízió jóvoltából, a kábeltelevízión vagy az interneten követik a képviselőtestület júniusi ülésének munkáját. A jelenléti évből megállapíthattam, hogy a mai képviselőtestületi ülésünk is határozatképes. Két képviselő van jelenleg még távol. Kárász András képviselő úr rövid időn belül érkezni fog, Homoki képviselő úr pedig ifjúsági táborban van a hittanos gyermekekkel, innen is kellemes időtöltést kívánunk nekik. A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy az eredeti terveinknek megfelelően a mai képviselőtestület ülés 9 napirendi pontot tárgyalt volna. Módosításra szeretnék javaslatot tenni. A 2. napirendi pontként az eredeti meghívóba szereplő 2. napirendi pontot javaslom a képviselőtestületnek, hogy vegyük le, ne tárgyaljuk, hiszen a központi orvosi ügyeletnek a beszámolója nem érkezett meg időbe, így a szakbizottság nem tudta tárgyalni, majd a következő szeptemberi képviselőtestület ülés napirendjére javaslom fölvenni. Ide a 2. napirendi pont helyett javaslom föltenni. Úgy gondolom, hogy minden képviselő megkapta az írásbeli előterjesztést. 2. napirendi pont tárgyaként javaslom tárgyalni a Szőlő utcán levő beépítésre szánt terület, mint egy 800 négyzetméteres területre érkezett vételi ajánlat. Ennek a tárgyalását javaslom a 2. napirendi pontként megtárgyalni. A 10. napirendi pontként javaslom szintén írásbeli előterjesztésként, úgy tudom, hogy megkapott mindenki egy rendezési terv módosítás iránti kérelmet, majd a 11. napirendi pont keretében a megyei kitüntető díjakra javaslattételt, a tárgyalását javaslom a képviselőtestületnek napirendre fölvenni, és egyben javaslom, hogy ezt zárt ülésként tárgyalja a képviselőtestület. Szeretném kérdezni a képviselőtársaimtól, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban további kérdés, észrevétel, vélemény fogalmazódott-e meg esetleg valakiben, vagy egyértelmű volt-e a módosításom, amit kértem. Tehát egy napirendi pontot leveszünk, és plusz 3 jön hozzá. Aki ezzel a módosítással elfogadja ma tárgyalandó napirendi pontokat, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. Szeretném kérdezni a képviselőtársaimat, hogy napirend előtti kérdések fogalmazódtak-e meg valakiben. Igen, dr. Posgai Bogdárka, Udvarhelyi Attila, és ennyi. Akkor dr. Posgai Boglárka képviselőnő, tiéd a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Kitört a nyár, ettől függetlenül még a múlt hónapból maradt el olyan büszkeségfali eredményem, amit szeretnék megosztani mindenkivel. Hungarian Quad Challenge versenysorozat indult ebben az évben. Aki nem tudná, mert én sem tudtam pontosan, hogy ez mit tartalmaz, ez gyakorlatilag a quad motorokat és a side-by-side gépeket imádók körében híresült el ez a versenysorozat, és egy évben 5 helyszínen, 5 alkalommal, 5 időpontban van megrendezve. Eddig 2 helyszínen zajlott le a verseny, ahol a soltvadkerti származású Gyimóti Péter edelényben első helyezett, és Piliscséven pedig második helyezett lett. És akkor, ahogy mondtam is, kitört ugye a nyár, és mindenkinek köszönjük a rengeteg munkát és a sok eredményt. Kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánunk minden diáknak és felkészítő tanároknak. Még egyszer köszönjük szépen, hogy ilyen sok csodálatos eredményről számolhattunk be ebben a fél évben.
Szeptemberben folytatjuk, és az eredményeket egyébként a közösségi médiákban és a Vadkerti Újság hasábain is olvashatjátok. Annyi még igazából, hogy ebben a hónapban is lesznek eredmények, de azok majd ezt követően derülnek ki, hogy milyen eredményességet értek el ugye a diákok. Éppen ezért arról majd a szeptemberi testületülésen fogok beszámolni, és még egyszer mindenkinek kellemes kikapcsolódást és eredményes feltöltődést kívánunk, hogy szeptemberben megint ilyen sok gyönyörű szép eredménnyel tudjuk itt folytatni a képviselőtestület üléseit. Köszönöm szépen! És ismét jó volt hallani, hogy tényleg alig telt el egy hónap, és ismét újabb és újabb eredmények. Innen is megragadom, vagy megragadjuk az alkalmat, hogy a város nevében is gratuláljuk, és megköszönjük azt, hogy tényleg ki a maga területén, amire ajándékot kapott, viszi tovább a szűkebb lakóközösségünk és Sotvadkert város jó hírét. Udvarhelyi Attila képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Két témában kértem szót. Az első, hogy az utóbbi napokban, hetekben sok szóbeszéd keringett személyesen Facebookon, mindenféle információs csatornán, augusztusban magánkezdeményezésre megrendelések kerülő BMW találkozó kapcsán. Ezúton szeretném kérdezni a polgármester urat, vagy edző urat, hogy mi a hivatal állásfoglalása, bár Facebookon ez valami olvasható, de mégis azért a teljesség kedvéért szeretnék erről tájékoztatást kérni. A második témám, amit kutatásbizottság ülésen észrevételeztem, illetve ott javaslat is született Kárász András ötlete nyomán, hogy elértünk arra az időre, hogy a városunk jelképeit, annak alkalma, színeit, formáját írásba is le kell fektetnünk. Ugye nemrég logók is készültek, új dizájnja is lesz a városnak, és hát a régi, úgymond címer, zászló kérdésében is úgy tűnik, hogy mindent pontosan le kell fektetnünk, annak érdekében, hogy azok használható alkalmazása ne sérüljön. Ma már egy kivitelező, akár egy tervező is már csak akkor tud pontosan elkészíteni valamit, hogyha ott a színnek sem, tehát ott kódszámok vannak, tehát minden méretet meg kell adni, és ahogy van városi, városképi arculati kézikönyv, vagy készül, úgy most a város jelképeivel kapcsolatban is egy ilyen arculati kézikönyvet akkor én is javaslok elkészíteni. Ez annak kapcsán merült fel, hogy a legújabban elkészült városi zászlónk, ami a MIFÁZ előtt látható, színében nem igazán követi a hagyományokat, és ezt mindenféleképpen orvosolni kell. Fontosnak tartom a hagyományok, tradíciók ápolását, megőrzését, tehát ennek érdekében kértem is, és hát a polgármester jelezte, hogy ez hamarosan talán meg is kell oldani, és hát meg is fog oldódni ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen a képviselő úrnak mindkét témában a fölvetését. A BMW fesztivállal, illetve BMW találkozóval kapcsolatban én tájékoztatásként annyit szeretnék elmondani, hogy kellő időben Sotvadkert város önkormányzata a döntéseket meghozta erről. Mi a közleményeinket közzétettük ugyanazokon a csatornákon, ahol döntően ezzel a hírrel foglalkoznak, tehát a Facebookon. De természetesen tudom és tudjuk azt, hogy ez a hírfogyasztók egy részét éri el, és én magam is úgy gondolom, hogy fontos, hogy mindenki értesüljön arról, hogy mi a önkormányzat álláspontja a BMW találkozóval kapcsolatban. Előzetesen én annyit szeretnék csak mondani, hogy hozzám is eljutottak különböző hírek, hogy tiltjuk, nem tiltjuk, stb. Szó sincs ilyenről. Minden vendéget, akár BMW-vel, akár kerékpárral, akár bármely más járművel érkezik Sotvadkertre. Szeretettel várunk, de azt is tudni kell azért, hogy minden rendezvényszervezésnek szigorú szabályai vannak. Éppen ezért én szeretném megkérni a jegyző urat, hogy ez a lehetőség is alkalom arra, hogy minél szélesebb körben tájékozódjanak Sotvadkert város lakói, és mindazok, akiket érint ez a dolog, hogy mi Sotvadkert város önkormányzatának az álláspontja, és ez nem mostantól, ez már régi álláspontunk. Köszönöm szót, polgármester úr. Akkor én most felolvasnám azt az álláspontot, amelyet az önkormányzat
már hetek, hónapok óta képvisel, és amely valóban a Facebookon és különböző egyéb portálokon megjelent, de elképzelhető, hogy ez még nem jutott el mindenkihez. Tehát az idei BMW Fesztivál a szervező Kft. Két társtulajdonosának a végletekig elfajult vitája miatt sajnálatos módon teljes kudarccal zárult. Az egyik társtulajdonos egy újabb találkozót szervez, szintén a Vadkerti tó környékén, augusztus elején, egy általa önkényesen kiválasztott időpontban. Ez a találkozó teljes egészében magánkezdeményezés, így azt a szervezők csak saját felelősségükre, magánterületen, a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, közegészségügyi és katasztrófavédelmi előírások betartásával rendezhetik meg. Természetesen az önkormányzat kempingje és valamennyi szálláshelye nyitva áll a Soltvadkertre látogatók előtt, akár BMW-vel, akár más járművel érkeznek. Kérjük a BMW találkozóra érkezőket, hogy szállásfoglalásaikat időben tegyék meg, és csak abban az esetben induljanak útnak, ha a szállásuk biztosított. Az önkormányzat tehát semmiben nem akadályozza az augusztusi rendezvény szervezőit, de a strandot, a kempinget és ezek parkolóit a szezon legfontosabb időszakában egy rendezvényszervező magánvállalkozásnak átadni nem tudja. Saját Kft-jét, a strand és a kemping üzemeltetőjét hozná lehetetlen helyzetbe ezzel, nem beszélve azokról, akik már eldöntötték, hogy ebben az időszakban látogatnak a Vadkerti tóra. És csak most, június végén értesülnének arról, hogy a strandon egy autós találkozót rendez valaki ugyanebben az időpontban, sok száz, akár pár ezer fő részvételével. Az önkormányzat vezetése fenntartja álláspontját, hogy a Vadkerti tó partját főszezonban a jelenlegi fesztiválok mellett egy újabb nagy fesztivál rendezéséhez közterületet biztosítani nem tud. A BMW Fesztivál vagy találkozó szervezőinek vitájába nem kapcsolódik be, egyik felet sem támogatja, közterületet viszont a jövőben is csak a korábbi években megszokott időszakban, június közepén biztosít a rendezvényhez. Az önkormányzat álláspontja tavasz óta változatlan, minden érintett fél által ismert. Kérjük a rendezőket, hogy felelős döntéseikkel biztosítsák saját vendégeik, illetve az üdülővezet valamennyi lakójának nyugalmát és biztonságát. Ehhez én a magam részéről csak annyit tennék hozzá, hogy a szervezéssel kapcsolatban ennek az általam felolvasott szövegnek az elején említett közbiztonsági, közegészségügyi, katasztrófavédelmi és a többi előírásait a rendezvény ideje alatt nem az önkormányzat fogja vizsgálni. Teljesen felesleges és félrevezető állítások azok, amik azt mondják, hogy az önkormányzat majd valamilyen módon lehetetlenné teszi akár bürokratikus, akár a vagyonrendelkezési jogával összefüggésben ezt a rendezvényt. Amennyiben valamilyen szabálytalanság történik a szervezők vagy a találkozóra érkezők részéről, megvannak azok a hatóságok, akik ezt ellenőrzik. Értem ez alatt az ANTS-t, a katasztrófavédelmet, a rendőrséget, a közút üzemeltetőjét, amely közutaknál nem a Vadkerti tóra vezető önkormányzati útról beszélek, hanem a városon áthaladó kettes szemlő főutakról, hiszen amennyiben a BMW találkozó érkezők, vagy a BMW találkozóról más rendezvényhelyszínekre elmenni akarók konvojban, több autóval vonulnak, ott gyakorlatilag a magyar állami közútnak a fenntartója, vagy a magyar állami közút fenntartója adhat erre engedélyt. Az önkormányzatnak ebben a helyzetben, egy ilyen rendezvény esetében, amennyiben önkormányzati területet nem ad bérbe, már pedig nem ad bérbe, semmilyen ellenőrzési és egyéb hatósági jogköre nincsen, nem mi fogjuk lehetetlenné tenni ezt a rendezvényt, nem is akarjuk lehetetlenné tenni, azonban valóban mindenfajta jogszabály előírást be kell tartania a szervezőknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatást. Nem tudom, egyértelmű mindenki előtt, úgy gondolom, a címer és a zászló. Valóban így van, ha jól emlékszem, akkor mindjárt az első önkormányzati ciklusban, tehát a 90-es évek elején alkotta meg Soltvadkert város önkormányzata a címer és a zászló jelképeinkkel kapcsolatos rendeletét. Akkor ott rögzítésre kerültek a színek, és akkor most csak onnan kiemelem, hogy a város színe a sárga és a kék. És itt jön ehhez csatlakozva a képviselő úrnak a felvetése, hogy akkor, vagy nem tudom, hogy miért, de nem foglalkoztunk ezzel, mint ami most a mai kor követelménye, hogy valóban
ezt szabályozni kellene, hogy ez milyen sárga, milyen Pantone színskála, vagy nem tudom, milyen kódok alapján levő sárga, és milyen kék, stb. Úgy a zászló, mint a címer. Ezt tegnap egyeztettünk itt a munkatársaimmal, és ami ránk tartozik, ha kell rendeletet módosítani, akkor rendeletbe, hanem csak mellé tenni a különböző kódokat, akkor megfelelő szakember segítségével ezt meg fogjuk tenni, mert valóban így van, ahogy a képviselő úr is észrevételezte, éppen tegnap a bizottságülés után a művelődési ház igazgatója behozott itt többféle zászlót, ahány zászlót hozott, az annyiféle színű volt. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy tényleg szabályozzuk ezt a dolgot a mai kor követelményeinek megfelelően. Köszönöm szépen a kérdést. Ha jól látom, akkor további kérdés napirend előtt képviselő társaim részéről nincs. Szeretném megkérni Légrádi Andort, hogy tájékoztasson bennünket arról, úgy hallottuk itt, hogy kezdődik a nyár. Igen, jövő héten már július 1-je van, vakáció, szünet, de tudjuk azt, hogy a kultúrával foglalkozók a mi kikapcsolódásainknak és művészetekkel és egyéb programokkal foglalkozó munkatársaink, ők dolgoznak, és majd fogjuk hallani, hogy milyen programok várnak ránk a nyári időszakban. Tiéd a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt testület, tisztelt vadkertiek, a Gyöngyház Kulturális Központ 2018 júliusi programajánlója a következő. Próbáltunk színes programokat összeállítani. A kultúrházban Daróczi Csaba Folyók gyermeke című kiállítása továbbra is megtekinthető nyitvatartási időben, és elindult a zenés-táncos nyári esték programsorozatunk. A tavalyi sikeren felbuzdulva egy picit pörgősebbé próbáltuk tenni, és most már tényleg a táncolóknak is helyet szeretnénk biztosítani. Július 13-án pénteken 19 órakor az Intim BT fog fellépni, majd augusztus 3-án pénteken szintén 19 órakor Kis Gyöngyi könnyű zenei slágerekkel szórakoztat minket, majd augusztus 17-én pénteken, szintén este 7 órakor Opauszki Sarolt pop, popfolk, etnopop és könnyű zenei slágereket ad elő. A belépő jegyeket már a kultúrházban meg lehet venni. Állandó programjaink a következők. Július 2-án, 9-én, 23-án, 30-án, hétfői napokon 17 órától a Búzavirág asszonykórus próbál. Június 12-én, 25-én, csütörtöki napokon 17 órakor Nem vagy egyedül klub, klub délutánja. Július 2-án, hétfőn, 2:45-kor társalgó délután a mozgáskorlátozottak Soltotkáti csoportja szervezésében az Egyesített Szociális Intézményben. Július 4-én, szerdán, 14 órakor a mozgáskorlátozottak baráti körének az összejövetele a művelődési házban. Július 30-án, hétfőn, 16 órakor a cukorbetegek tartják összejövetelüket. Július 2-ától délutánonként 2-től 6-ig strandkönyvtár és tófoglalkoztató a Vadkerti tó partján. Folyóiratokat, könyveket lehet kölcsönözni, vagy régi könyveket lehet megvásárolni. A tófoglalkoztatóban társasjátékok, színezők, különböző egyéb foglalkozások várják az érdeklődő gyermekeket, fiatalokat. Július 6-ától 8-ig a borfesztivál kerül megrendezésre a tóparton, a Komszol Kft. Szervezésében. Többek között fellép az Exotic Tánccsoport, Kies zenekar, Bitangolók, Kurt Sandy, Heaven Hike zenekar, Szürke Verebek, Soundwich együttes, Nemes Nádudvari német nemzetiségi hagyományőrző tánccsoport, Bogárzó Citara együttes, DJ Voksán Virág, Berkes Olivér, Biga, Szabó Ádám, a Zanzibár zenekar és a Kártágó együttes. Július 27-én pénteken 9-től 12 óráig véradás lesz a művelődési házban, és július 27-től 29-ig a Sörfesztivál kerül megrendezésre a Vadkerti tó partján, szintén a Komszol Kft. Szervezésében. Fellép Rumba Gitana, Sex Nuggets, Drucker Richard, Rock Life Nyári Anikó, Lóci Játszik, Bódi Guszti és Bódi Margó, Révész and Závodi Piramis Évek, Welcome Band, de ez a teljesség igénye nélkül.
A Gyöngyház Kulturális Központ július 16-tól felújítás és szabadságolás miatt augusztus 21-ig csak a rendezvények időtartalma alatt tart nyitva, egyéb időszakban ügyeleti rendszerrel üzemel. A könyvtár 2018. július 16-tól augusztus 21-ig zárva tart. A sportcsarnok június-július folyamán felújítási munkálatok miatt tart zárva. Programjainkról részletes felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhetnek 78-582-585 vagy 78-582-582, valamint 70-94-33-431. Honlapjaink www.vadkertiműfáz.hu vagy www.gyöngyházvadkert.hu. És egy kis őszi előzetest is adunk ebbe a nyári melegben. Szeptember 14-én, pénteken 19 órakor Ibolyán túl Olá Ibolya zenés önálló estje kerül megrendezésre, majd október végén 27-én, szombati napon 15 órakor Helyet az ifjúságnak, avagy Zűrzavar a Mitrópában, komédia a Pótszék társulat előadásában, rendezvényeinkre belépő jegyek elővételben már vásárolhatók, és még egy rendezvényt szeretnék meghirdetni. Kerékpáros ügyességi és elméleti verseny óvodás és iskolás korosztály számára. A fődíj összesen 9 darab kerékpár, 3 az óvodásoknak, 3 az alsó tagozatosoknak és 3 a felső tagozatosok gyerekeknek. A tervezett időpont szeptember 19. szerdai nap. 10 órától az óvodásoknak, 13-tól az alsósoknak és 14-tól a felsősöknek. Mi a menete? Jelentkezni nagycsoportos korosztálytól az óvónéniknél és az iskolásoknak az osztályfőnöknél lehet. Jelentkezési határidő szeptember 7. péntek. A jelentkezők szóbeli, illetve írásbeli tesztet töltenek ki, a tesztet mi állítjuk össze, az óvodásoknak csak szóbeli tesztet kell úgymond teljesíteniük. Ez az eredmény egy pontszámot képez, amit a gyermek magával visz a szeptember 19-i versenyre. Ha nagyon sok gyerek jelentkezik, akkor ezen az első selejtezőn ki is eshetnek versenyzők. A házi verseny eredménye alapján derül majd ki, hogy kik és hányan indulhatnak az ügyességi versenyen szeptember 19-én. A jelentkezők számáról visszajelzést kérünk szeptember 7-éig. Ugrai Imrénél, telefon 0620-317-2193. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a részletes programismertetést, a tájékoztatót, a kedvcsinálót. Hát nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy programokban, eseményekben gazdag nyár és ősz előtt állunk. Mindenkit biztatunk, hogy a érdeklődési körülnek megfelelően vegyen részt ezeken a rendezvényeken. Néhány dolgot szeretnék még tájékoztatásként elmondani. A legnagyobb toppos pályázatunk, ezt sokszor mondtuk már, 450 milliós belvizes pályázat, a kivitelezővel, a nyertes kivitelezővel a szerződést aláírtuk. Június közepén a munkaterület átadása megtörtént. A munkálatok amiatt nem kezdődtek el, mert a környezetvédelmi hatóság már előre jelezte, hogy kéri, hogy július 1-e után kezdődjön el a záportó kialakítása, illetve a növényzettől történő megtisztítása, hiszen a fölméréseik szerint a növényzetbe lévő különböző madaraknak a költési ideje most fog lejárni. Ezt úgy láttuk, hogy ez nem fog gondot okozni a kivitelezőnek. Ha valaki járt arra Szentháromság utca végén, a Akker Plusz Kft. Telephelyén, láthatta, hogy egy nagyértékű gép, ami ezt a munkát fogja végezni, ott van már, várja a július 1-ét, tehát ez azt jelenti, hogy jövő hét elején a munkálatok megkezdődnek, és a nyertes kivitelező azt reméli, hogy az idei évbe be tudják fejezni, természetesen nem csak a záportó kialakítását és a környezetének rendezését, hanem a városunk egyik legnagyobb belvízelvezető projektjét is szeretnék az idei évbe befejezni. Reméljük, hogy
a következő évi ősz, illetve az idei évi ősz, vagy a következő évi tavaszi vizes időszakban már főpróbát fogunk tudni majd tartani. A másik, amit szintén tájékoztatásként szeretnék elmondani, hogy a turisztika fejlesztési programjaink közül, ami több ütemű program, ebből az első három, amit meg is nyert Sotvadkert város önkormányzata összesen mintegy 370 millió forintos költséggel, a legkisebb üteme, az első ütem, az 50 milliós ütem befejezésre került, készre jelentették a beruházást. Ha valaki jár a Vadkerti tón, akkor meggyőződhet arról, hogy az első lépés az jó irányú lépése, továbbiakba, hasonló irányokba, de még nagyobb és komolyabb ütembe szeretnénk majd fejleszteni a Vadkerti tavat. A másik, amit még itt közben felírtam, a tóra vezető kerékpárút. Tehát a közigazgatási határtól, illetve a város szélétől ki a Vadkerti tóhoz vezető kerékpárútig, tehát a Tavirózsa utcáig, a kerékpárút felújítására szintén aláírtuk a kivitelezővel a szerződést. Jelen ismereteink szerint jövő hét elején kezdi a munkát. Azt volt a kérésünk, hogy a borfesztivál kezdési időpontjára, tehát péntekre fejezze be. Erre az ígéretünk megvan, reméljük, hogy majd jövő héten ezt megtapasztalhatjuk, és azt is reméljük, hogy egy jó minőségű munkát fog végezni a nyertes kivitelező. Ezek után annyi feladatom van még, mielőtt a napirendi pontok tárgyalására térnénk. Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény fogalmazódott-e meg valakiben? Igen, Udvarhelyi Attila képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót. Egy kicsit közvetve érinti a kérdés, és beszéltünk is róla, hogy a polgármester úr említette, a kerékpárút pályázat is folyamatban van, most egy kis szünetelése, de folytatódik. Fölmerült ez már korábban is, most nem emlékszem rá pontosan, hogy mi a végső álláspont, vagy lehet-e még ebben nekünk kérni intézkedést, hogy a Grécer utca és a Bócsai utca találkozásánál mégis egy ilyen körfogalomszerűt kialakítani, mert ugye a kerékpárút a Petőfi utca sarkán vinne át, de ott annyira veszélyesnek látom én azt a kanyart és a forgalmi helyzetet, hogy egy ilyen, ha nem is teljes körforgalom, de vannak ilyen megoldások, ami majdnem körforgalom, vagy annak is hívják, hogy mégis egy kialakításra kerülhetne. Jelenlegi információink szerint körforgalmat lehetne kialakítani. Nagyon komoly beruházás összeggel, tehát ez a jelenleg folyó kerékpárút beruházásnak nem része. A legjobb tudomásom szerint ilyen átmeneti jellegű körforgalomként használható, de nem körforgalom, ez a kettes számjegyű utakon ez nem valósítható meg. Belterületi önkormányzati utaknál ez járható út, itt sajnos nem. De örülök ennek a kérdésnek, és annak is örülök, hogy sokakat foglalkoztat ez, mert valóban nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyforgalmú úton milyen biztonságos átkelést tudunk biztosítani úgy a gyalogosoknak, mint a kerékpárosoknak. A tavalyi év közmeghallgatásán azt hiszem akkor is fölmerült ez a kérdés. A kerékpárút tervezője konzultálva a forgalombiztonsági szakemberekkel kidolgozott egy elég részletes tervet arra, hogy a jelenlegi szakmai ismeretek alapján hogy lehet a legbiztonságosabban megoldani a kerékpáros átkelést itt a Bócsai úton, tehát a Petőfi utca és a Balcsi-Zsilinszky utca között. Ezt most így fejből nem tudom minden elemét mondani, de a pályázatban is vannak bizonyos előírások erre, ezen kívül meg a tervező a forgalombiztonsági szakemberekkel karöltve, plusz még beépített különböző figyelemfelhívó táblákat, villogót, egyéb dolgokat, pontosan azért, hogy igyekezzünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a
közúton és az 54-es vagy 53-as adott esetben az 54-esen az átkelés minél biztonságosabb legyen. Én most elnézést kérek, de nem tudom így fejből felsorolni, hogy hány ilyen javaslata van, de ahogy odaérünk, akkor mi önkormányzat vállalta, hogy ami nincs beépítve a pályázat keretei közé, és a szakemberek fontosnak tartják, annak a pénzügyi fedezetét az önkormányzat biztosítani fogja. További kérdés, észrevétel a napirend lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban, amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. A napirendi pontok tárgyalásához érkeztünk. Az első napirendi pont tárgya beszámoló a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 2017. évi működéséről. Három bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztést a társulás elnöke készítette. Környezetvédelmi és a mezőgazdasági bizottság elnökét, Zsikla Győző elnök urat kérem a bizottság álláspontjának ismertetésére. Köszönöm, polgármester úr, tehát a bizottságunk megtárgyalta. Ez a társulás nem a működtető, aki a hulladék szállítást működteti, hanem az alaptársulás, ami nagyon sok önkormányzat között Solt-Vadkert is a tagja. Ez pályázta meg a különböző eszközöket, berendezéseket, amik kellenek a hulladékgazdálkodáshoz. Hát igazából nagy ráhatásunk nincs, mély vitát nem indított közöttünk. A előírás, hogy beszámoljon a tag önkormányzatoknak a működéséről, ez megtörtént, és bizottságunk ezt elfogadhatónak tartotta. Köszönöm szépen. Bezsenyi László, szó a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság részéről. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, ez a társulás 2017 évben ugye készített egy munkatervet, költségvetést, és ebbe ilyen fő elemeket határozott meg magának, ugye a lerakóhelyek, a felgyűlő lerakó, a kiskolasi és a vaskuti, ugye mi a kiskolashoz tartozunk. Itt el kell mondani, hogy a beszállított hulladéknak 100%-át egy előválogatással kezelik, ami azt jelenti, hogy igen kevés lerakni való hulladék, tehát ami valóban hulladék lesz, az kerül elhelyezésre. Ez egy igen hatékony megoldás és gazdaságos is, és azt hiszem, hogy ez előre mutatja a jövőt is ennél a hulladékgazdálkodásnál, hogy esetleg tovább tud fejleszteni, hiszen a hulladékból bevételekre tehet szert. És éppen ezért vannak olyan elképzelések, hogy a zöld hulladéknak a házi komposztálására edényeket helyeznek ki, újra hasznosító központokat fognak felállítani, az Baján, Kalocsán, Csongrádon, Kiskunfehérváron és Kiskunhalason. Ez gondolom, hogy nagyon jó Vadkert városának is. Itt elhelyeznek olyan konténereket majd Kiskunhalason, amiben esetleg olyan elhasznált bútorokat és egyéb háztartási berendezéseket, amelyeket nem használnak, azokat el lehet konténerbe helyezni, valószínűleg abból azt is majd újra hasznosítják. Tehát úgy gondoljuk, hogy a munkatervet az előző évi meghatározottak alapján teljesítették, a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság ez egyhangulag elfogadása javasolja. Köszönöm szépen a bizottság munkáját, és Kárász András elnök úr, mit javasol a pénzügyi bizottság? Köszönöm a szót, polgármester úr. Bezsenyi képviselőtársam elmondta, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a beszámoló, a tavalyi éves működésről. Annyit tennék hozzá, hogy amit említett Laci bácsi, az gyakorlatilag a még használható, de feleslegessé vált dolgokra vonatkozik. Tehát a nem használható elektronikai és egyéb hulladékokat, azt itt helyben is el lehet helyezni. Most igazából ezzel beszélgettünk, de erre Kiskunhalason van egy konténer, ahol ezeket a még használható, de már nekünk nem szükséges dolgokat be lehet adni, és nyilván olyan helyekre fogják ezt elvinni, ahol még majd tudják ezt felhasználni. A konzorciumot főleg ugye azért lett létrehozva, hogy különböző pályázatokon és egyéb forrásokat meg tudjanak nyitni, illetve hozzá tudjanak jutni egyéb forrásokhoz. KEHO pályázaton vesznek részt, mindegy 2 milliárd forintos pályázat, ez folyamatban van,
és hát nyilván a pályázati összegekből fogják tudni megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik majd remélhetőleg a szállítási céget is érinteni fogják. Gondolok itt új járművek beszerzésére és új technológiák bevezetésére, de ahogy az előbb elhangzott, ez nem a szállítási cég, hanem magát a lerakót működtető konzorcium, a lerakókat működtető konzorcium. A pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadta a konzorcium beszámolóját. Köszönöm szépen. Hát bizonyára emlékezik rá a képviselőtársaim, vagy emlékeztek rá, hogy jó néhány évvel ezelőtt, amikor megalapítottuk és mi is beléptünk, nem igazán értettük, hogy miért van erre szükség, már akkor is elmondtuk, most is leírták, hogy, és ahogy az elnök urak is jelezték, hát a pályázni csak akkor lehetett, hogyha jogi személyiségű társulása van az önkormányzatoknak. Ez a társulás már az új korszerű, illetve a mai kor követelményeinek megfelelő, az új társulási törvénynek megfelelően jött létre, tudott pályázni és tud folyamatosan pályázni, szintén ahogy elhangzott, jelentős nyertes pályázatai vannak, amely pályázaton nyert vagyon, az átkerül a ZRT-hez, amely ZRT továbbadja hasznosításra a három hulladékfeldolgozó vállalkozásnak, a Vaskútinak, a Kiskunhalasinak és a Csongrádinak. Úgy, ahogy szintén elhangzott, jelentős fejlesztések lesznek itt a Kiskunhalasi lerakó is, amit majd mi is fogunk látni, három új szállító járművet fognak beszerezni szintén ilyen forrásból. Kérdés, észrevétel, vélemény fogalmazódott-e meg valakiben? Aki elfogadásra javasolja a beszámolót, kérem kéztartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. A második napirendi pont lett volna, mint ahogy mondtam, a napirendi pontoknál a kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatos beszámoló. Ezt javasoltuk, hogy ne tárgyalja most a képviselőtestület, hanem a szeptemberin. Ehelyett javasoltam fölvételre a Szőlő utcában az önkormányzatnak 2163/56-os helyrajzi szám alatt egy beépítésre alkalmas, családi ház építésére alkalmas telek. Erre van érdeklődő, de tudjuk az előírások szerint nekünk ezt meg kell hirdetni. Két bizottság tárgyalta. Bezseny László elnök urat kérem a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság álláspontjának ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát ez a 2163/56-os helyrajzi számú ingatlan, ami a pontos érthetőség kedvéért a Bisztorony és a Miniávicő közötti terület, ez egy 800 négyzetméteres telek. Ezt már több ízbe igyekezett értékesíteni az önkormányzat. Volt is rá korábban egy vevő, akivel megállapodtunk, de sajnos szerződéskötésre nem került sor. Most ismét van több jelentkező érdeklődő, éppen ezért az önkormányzat pályázatot ír ki 3.200.000 forint plusz áfa összegben, és talán annyit el kell még mondani, hogy a pályázatnak a beadási határideje az 7.31-e, és ezt követően rá 12 óra, és ezt követően 14 órakor lesz eredményhirdetés, azaz pályázatbontás. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság egyhangulag javasolja a pályázat kiírását. Köszönöm szépen, szeretnénk hallani, hogy mit javasol ezügyben a pénzügyi bizottság. Kárász András elnök úr jelszól. Köszönöm a szót, polgármester úr. A pénzügyi bizottság, mivel már egy korábbi döntésünknél hasonló kritériumokat, illetve hasonló árakat hoztunk, ezt nem kívánjuk megmásítani, lehetőség szerint tartjuk magunkat a korábban meghozott döntésekhez, ha egy mód van rá, egyhangulag támogatta, hogy ez a telek értékesítésre kerüljön. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, vélemény. Bezseny képviselő. Köszönöm, polgármester, csak egy kiegészítés, hogy bárkit érdekel a téma, akkor a város jegyzőjét a 78-480-144-es telefonszámon lehet érdeklődni. Így van, hát azért is van minden önkormányzati vagyon értékesítésénél ez a szabály, hogy mindenki értesüljön róla, hogy igen,
itt önkormányzati vagyon csak pályáztatás útján lehet értékesíteni. Igaz, hogy egy valaki kezdeményezte az értékesítést, de bárkinek lehetősége van jelentkezni ennek a területnek a megvásárlására. További kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, tehát ennek a teleknek az értékesítése történő kiírását, ezeknek a feltételeknek megfelelően, tehát 4000 forint per négyzetméter plusz áfa minimális áron, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. A harmadik napirendi pont tárgya beszámoló az ebrendészeti telep 2017. évi működéséről. Gruber Károly készítette az előterjesztést, aki vezeti az ebrendészeti telepet. Nem tud most személyesen itt lenni. Két bizottság tárgyalta. Környezetvédelmi és a Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetésére Zsikla Győző elnök urat kérem. Köszönöm. Mind ahogy bizonyára már mindenki tudja, Kecelen működik az ebrendészeti telep, ahova Soltvadkert is csatlakozott, tartozik. Ez a telep két állandó fő dolgozóval megfelelő minőségben működik. A kutyák létszáma jelenleg olyan 30-40 darab körül van. Ennél alacsonyabbra nem tudják leszorítani, annak ellenére, hogy elég jó, egyre jobban működik az örökbefogadási program, tehát egyre több kutyát fogadnak örökbe. A kutyáknak az ellátását biztosítja az is, hogy a helyi spárral kötöttek megállapodást, és ez ott lejárt szavatosságú élelmiszereket megkapják. Fejlődtek a 2017. évben, ugyan erről az évről szól a beszámoló. Sikerült 16 férőhelyjel bővíteni a befogadó képességét a telepnek, és egy új gépjármű is beszerzésre került. A működést a bizottságunk jónak találja, biztosítva látja a jövőben is, és a kóborkutyák száma nem fog várhatóan ezért növekedni. Ezért a bizottságunk egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen. Szeretnénk hallani Kárász András elnök úrtól a pénzügyi bizottság álláspontját. Köszönöm a szót, polgármester úr. Zsigla képviselőtársa minden lényegi elemet elmondott, talán csak annyit emelnék ki a beszámolóból, hogy leírás szerint jó gazda módjára bánnak Kecelen a ebrendészeti teleppel, és ez valóban így is van, hiszen ezt a telepet mintegy 7,5 millió forintos költségvetéssel működtetik, körülbelül nullszaldós a költségvetés, és én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segíti az ebrendészeti telepnek a munkáját, akár a kutyák etetésével kapcsolatban, akár pedig a kutyák örökbefogadásával kapcsolatban, és biztatok is mindenkit, hogy aki kutyát szeretne, nagyon-nagyon ragaszkodóak és nagyon-nagyon hálásak azok a kutyák, akiket a menhelyekről fogadnak örökbe, és mindent megtesznek azért, hogy a gazdik megtalálják bennük az örömforrást. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ezt a munkát segíti. A bizottság egyhangulag elfogadta a ebrendészeti telep beszámolóját. Köszönöm szépen a bizottságok munkáját. Vitánál vagyunk. Kérdés, észrevétel, vélemény. Úgy látom, hogy kielégítő volt mindenki számára. Talán hadd mondok annyit, hogy aki nyomon követte, vagy követhette tényleg a kóbor kutyákkal kapcsolatos gondjainkat, problémáinkat, annak azért van rálátása arról, hogy ahogy kistérségi összefogás révén sikerült létrehozni ezt a mai kor követelményeinek megfelelő ebrendészeti telepet, azóta jelentős változás van, én úgy érzem, úgy gondolom és úgy tapasztalom itt Soltvadkerten is. Emlékezzünk csak vissza, hogy jó néhány évvel ezelőtt minden évben tavasszal, ősszel előjöttek a kóborkutya problémák temető környékén, temetőbe, itt-ott. Én véletlen se szeretném azt mondani, hogy itt most minden rendben van ezen a területen, de egy jelentős előrelépés történt, és azt nyugodt szívvel tudom mondani, mi kistérségi ülés keretében többször voltunk ott ezt az intézményt megnézni, úgy, ahogy a elnök urak itt mondták, hogy mindent megtesznek az ottani dolgozók annak érdekében, hogy tényleg funkciójának megfelelően és az erőforrásokkal leghatékonyabban gazdálkodva végezze ez az ebrendészeti telep a munkáját.
aki elfogadásra javas Zsikla Győzőnek fogalmazódott meg egy kérdést, tiéd a szó. Nem kérdés, egy információ, biztos elhangzott már, de szerintem ez többször is kell, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjuk, hogy aki örökbe szeretne fogadni, az az interneten is tud ezzel kapcsolatban tájékoztatni, az ebtelepkecel.hu címen teheti meg. Nagyon fontos dolog, köszönöm, köszönjük szépen. Aki elfogadásra javasolja a beszámolót, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. A negyedik napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A negyedik napirendi pont tárgya Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója. A beszámolót Udvarhelyi Attila intézményvezető készítette, és a szakbizottság tárgyalta. A szakbizottság elnökét, Haskó László elnök urat kérem a bizottság álláspontjának ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr! Egy nagyon tartalmas és több A4-es oldalra kiterjedő beszámolót kaptunk. Ami legalább ennyi oldalszámot takar, az az eredménynek az ismertetése, amit az iskolába tanuló gyerekek elértek, akár a sport vagy a művészet oktatás területén, de lehet matematikát vagy történelmet, magyart is említeni. Sok esetben első helyezéseket értek el, vagy egyéb kimagasló eredményeket, és itt tulajdonképpen ezzel is minősítették az iskola dolgozóinak, tanárainak a munkáját, hogy ilyen sok jó eredményt tudtak elérni. Jelenleg az iskolában 535 fő tanul, ugye most a 2017-18-as tanévről beszélünk, ami hát most éppen elmúlt már, és ezt 65 tanár végzi. Az intézmény fenntartója a Magyarország Evangélikus Egyház, ami már 5 éve, hogy fenntartó, és az első időszakokban, illetve még mikor átcsáltuk az egyháznak, akkor voltak félelmek, hogy hogyan is alakul majd a különböző felekezetek gyerekeinek a vallások gyakorlása. Ebben változatlanul az első évtől kezdődően biztosította az ökumené meghatározott időintervallumokban minden felekezetnek megvan a lehetősége változatlanul, hogy a saját vallását tudja gyakorolni. Ezen felül nagyon jó kapcsolatuk van a szülői munkaközössége az iskolának, a Solt-Felkelet város gyermekeinek alapítvánnyal, a testvérvárosi iskolákkal, Bodersholzenne, Nagyanyedde és Harmasággal is. És egy pár szó a büszkeségfalról, a Bogitól kölcsönvehetem ezt a gondolatot. A kompetencia felmérés országos átlaga, ami a 6. és 8. osztályosok között zajlott az elmúlt évben, nagyon jó eredményt értek el. Hát most inkább úgy mondanám, hogy a korábbiakhoz képest, de országosan is, tehát nagyon jó helyezést értek el a gyerekek, és erre szintén büszkék lehetünk. Az európai tehetségponttá vált az intézményük, erre megint büszke lehet a város is, meg az iskola és iskola vezetése is, és a művészeti oktatás, ami most már 25 éve gazdagítja az iskolát, szintén egy nagyon jó évet zárhatott, és amit itt megjegyeznék még, hogy dr. Fodor Katalin kapott egy nagyon rangos elismerést azért, hogy az ORF-nak a Solt-Felkelten való működtetése elismerését kapta, egy szakmai értéktárba való bekerülést eredményezett ez a tanárnőnek, és ezúton azt gondolom, hogy megköszönhessük neki mindazt a munkát, amit eddig tett, illetve további sikereket kívánunk neki és az ő szárnyai alatt növekvő gyerekeknek is, és reméljük, hogy az a fiatalos lendülete, amit eddig is dolgozott továbbra is tud majd munkálkodni. Egy pici statisztikai adat. A művészetoktatásban, ha már ott tartottunk, 140 fő vesz részt. Itt a zenétől kezdve a Keremélyen keresztül társastánc is van. A társastánc egy érdekes momentum az iskolába.
Vadkerten nem túl sokan vannak, de mivel hogy egy művészeti iskolákat összefog a sótvadkerti iskola, így egy nagyon magas szám jön ki, 387 főre tehető. Nyilván azok a tagiskolákkal együtt, amit a sótvadkerti iskola koordinál. Szakkörök vannak, elég sok féle szakkörből lehet választani a gyerekeknek. Énekkar, informatika, citera, természettudományos szakkörök, magyar, angol, német tehetséggondozó programok, matematika tehetséggondozó programok, és ezekben én azt tapasztalom, hogy ezek elég népszerűek, és a gyerekek, illetve hát a szülők is komolyan veszik, és elég látogatottak ezek a szakkörök, és szerintem nagyon fontosak is. Az iskola, mivel hogy egyházi fenntartású és protestáns felekezet üzemelteti, nagyon nagy hangsúlyt kapott a reformáció 500. évfordulója, ami abszolút egy jogos elvárás volt. Különböző programok voltak ezzel kapcsolatosan, és különböző házi versenyek, versbe, prózába, stb. Tehát nagyon helyén kezelte az iskola ezt a 500 éves évfordulót. A testvérvárosi kapcsolatok, már az előbb ugye beszéltünk egy pár szót, Szüreti Fesztivál, kosalmasági diákok és delegációk voltak itt. A határtanuló programot nagyon jó kihasználja az iskola minden évben. Az elmúlt évben 40 tanuló járt Nagyenyeden, és információm szerint Sarmaságra majd most a következő évben fognak menni. Tehát nagyon jó kihasználás van, és nagyon népszerű is, én úgy tudom, ezek, és nagyon tanulságos is a gyerekeknek is. Mindazokon a történelmi helyeken részben, ugye hát Nagyenyedre gondolok elsősorban megfordulni, ahol későbbiekben történelmből is megemlítendő helyszín. A belső vizsgák történtek angolból és németből. Angolból egy picit, hát nem is annyira picit, tehát nagyon jó alapfokon nyelvvizsgát történt, és angolból nagyon jól vizsgáztak sok gyerek. Németből egy picit megoszlott ez az arány, de ott is minden egyes tanuló különböző szinteket elért a német alapfokú nyelvvizsgából, ami szintén nagyon fontos, hisz egy német nemzetiségi településről beszélünk, illetve iskoláról beszélünk, a németnek is a kapcsolódása. Amit még a szülőkkel való kapcsolattartásról érdemes megemlíteni, és a jövőbeni kapcsolódást is említette igazgató úr, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás, szülőértekezletek, stb. Nagyon, tehát próbálnak még szorosabbra fonni azt a hálót, hogy a szülő, a gyerek és az iskola hármasba minél gyakrabban kontaktus keletkezzen. Az én személyes tapasztalatom az, hogy azért a szülő értekezletekén lehetnénk többen is, és ebben nem is nagyon érte, hogy a szülőnek miért nem fontos az, hogy a gyerekének az osztályfőnökével találkozzon, amikor jó, hát megteheti máskor is, nyilván úgy tudom, abszolút nyitott az iskolába, hogy ha valamilyen nem tudott elmenni, akkor bármikor az osztályfőnökkel tud kapcsolatot teremteni, tehát ez nem gond. De azért sok minden olyan elhangzik ott, amit lehet, hogy a privát beszélgetésben nem jut eszükbe. Ami viszont egy jó pont, hogy a pályaorientációs beszélgetéseken viszont sokan vettek részt, és ami még üdvözlendő, hogy tulajdonképpen házaspárok is, úgyhogy család mindegyik tagját érintette ez a dolog, hát nyilván a gyereknek a további élete folyamáról van szó. Ami még egy rövid gondolat, a közösségfejlesztő programok, ami szintén nagyon népszerű és szerintem üdvözlendő is, a felsős osztályokba a tanulmányi kirándulások, hát ez régi dolog, hogy ez mindig népszerű szokott lenni és tartalmas. Minden felsős osztályt elviszik korcsolyázni téli hónapokban, és akkor ez megint egy jó pont, úgymond a tanároknak a gyerekek részéről.
és színház látogatásra is lehetőség van minden évben, ami szintén a további életükre azért egy kihatással lehet. Ami nagyon fontos és kiemelendő még, és ez a rendőrségi beszámolóban is korábban már elhangzott, hogy a kiskörösi rendőrkapitányságnak jó kapcsolata van az iskolával, illetve oda-vissza, és jönnek is közlekedésbiztonságról előadást tartani, a biztonságos internet használatról, illetve egyéb veszélyes témakörök a nyári a balesetekkel kapcsolatos észrevételekről tartani előadást. És tulajdonképpen a végére is értünk a tartalmas beszámolónak, és amit már említettem, hogy a jövőbe tekintésbe még nagyobb hangsúlyt szeretne az iskola fektetni abba arra, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás kiegészüljön. Bizottságunk egyhangulat támogatta a beszámolót. Köszönöm szépen a szakbizottságnak a tájékoztatót, az összefoglalót. Még a vita előtt szeretném kérdezni az előterjesztőt, hogy van-e esetleg olyan dolog, amire külön szeretné fölhívni a figyelmünket. Akkor tiéd a szó, igazgató. Köszönöm szépen. Képviselőtársam Haskó László nagyon alaposan kielemezte a beszámolót. Csak tényleg egy-két dolgot fűznék hozzá. Egyrészt, hogy valóban minden évben vannak sikereink, de ebben az évben úgymond újabb sikerek is születtek. Egyrészt, amit már hallottunk, illetve a sporteredmények kapcsán is olyan sportágokban tudtunk diákolimpiai győzelmeket elérni, ami korábban nem volt jellemző, mint akár a úszás, vagy azt a 13-at is nyertünk, de erősödik a birkózás, újabb sportágok jelennek meg. Tehát tényleg én is úgy gondolom, hogy mint város egyetlen iskolája, elég sokszínű teret tudunk adni a képességfejlesztésnek, ez elvárás is tőlünk, azért Vadkerten ezt már tapasztalhattuk hosszú évek óta, elég kritikusak a szülők is. Azzal együtt, hogy maga a szülő értekezeteken talán kevesebben jelnek meg, de nagyon érzékenyen figyelik az iskolai életet és alkotnak véleményt, tehát felelősséggel is tényleg megfelelő átgondoltsággal próbálunk minden olyan teret megnyitni, ami a gyermekek fejlődését segítheti, ezért a sok-sok program és esemény. Mindez nem valósulhatna meg, ha nem lennének azért partnereink, és ezúton is köszönöm a Sovarkert Város Gyermekeért Alapítványnak, vagy Sovarkert Gyermekeért Alapítványnak a támogatását, akik akár a külön díjukkal, amit tanévzáron adhatunk át, motiválnak gyerekeket, akár azzal, hogy nyelvvizsgán segítik anyagilag a gyerekeket, akár egyéb kezdeményezéseket is segítenek. Illetve a Városi Művődési Ház nagyon jó partnerünk abban, hogy mi a programjainkat megvalósíthassuk. Tényleg olyan eseményeket tudunk így a művász berkein belül is megszervezni, amit egyébként házon belül nem tudnánk, és ez még plusz lehetőséget tud adni számunkra. De ugyanúgy más civil szervezetekkel, egyesületekkel, sportegyesületekkel, cigány kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, vagy maga a város úgymond szállami támogatása is nagyon fontos a számunkra. Tényleg a törekvésünk az, hogy egyre közelebb kerüljünk minden téren a szülőkhöz, tehát a kapcsolat minél szorosabb és napra készebb legyen. Ezért is kezdeményeztünk ebben a tanévben újabb és újabb fórumokat arra, hogy találkozhassunk, akár a pályaorientációs beszélgetések, ami ilyen szempontból a leghatékonyabb, de 5., 6., illetve 3., első, 3. évfolyamon próbálkoztunk még egyéb olyan találkozási formákkal, ezt bízom benne, hogy évről évre egyre eredményesebb is lesz, és tényleg azok a látszólag ellentétek vagy konfliktusok már megelőzhetők, és tényleg mindenkinek a legmegfelelőbben tudunk mi dolgozni. Ez a célunk, eredményeink nagyon jók, én is úgy gondolom, persze fejlődni mindig lehet, próbálkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdés, észrevétel, vélemény. Kárász képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint a beszámolókból és az igazgató úrtól is hallhattuk, nagyon-nagyon sok szép eredményt értek el a gyerekek, és ezután szeretném megköszönni mindazoknak a sportvezetőknek, pedagógusoknak, tanároknak, felkészítőknek, külsősöknek a munkáját,
akik lehetővé tették, hogy a gyerekek ezeket az eredményeket elérjék, hiszen egy-egy eredmény elérése mögött óriási plusz munka van a tanórán kívüli kötelesség teljesítés mellett. Mindazonáltal elhangzott a beszámolóban a szülői értekezeteken való részvétel. Én itt biztatnék minden szülőt, hogy látogassa ezeket az értekezeteket, hiszen itt tud kapcsolatba kerülni a tanárral, a pedagógussal, és sokszor olyan alaptalan szóhasználatok, illetve alaptalan beszédnek az elejét lehet ezzel venni, ami kezd egy kicsit a városban elterjedni, holott olyanok mondanak dolgokat, akinek nincs hiteles információjuk bizonyos háttérről, és sokszor nincs bizonyos információjuk a gyerekeknek a viselkedéséről sem. Én mindazonáltal nagyon-nagyon jó nyarat kívánok mind a pedagógusoknak, mind pedig a gyerekeknek, és a szülőkhöz még annyit szeretnék kérni, hogy felelősséggel legyenek a gyerekek iránt a nyári szünetben is, és lehetőség szerint kontrollálják a gyerekek virtuális világban való részvételét, hiszen egyre több fórum, egyre több cikk és egyre több média foglalkozik azzal, hogy a mérhetetlenül a billentyűzet előtt, és itt most értek telefont, PDA-t, laptopot, iPadot, iPhone-t, eltöltött idő, az borzasztóan negatívan fog később visszaütni, különösen, hogyha a gyereknek a szenvedélyévé válik, és tudom, hogy ezeket az eszközöket a mai világban használni kell, és tudom, hogy el kell sajátítani ennek az eszközöknek a készségszintű használatát, de azért a felelős szülő korlátok közé szorítja a gyerekét ennek a terén. Még egyszer mindenkinek jó nyarat, jó pihenést kívánok, és feltöltődve kezdődjön a szeptember. Köszönöm szépen. Igazgató úr, szóval. Ha nem hallották, majd továbbítom a jó kívánságokat a kollégáknak. Egy észrevétel, vagy megjegyzés még, ami bizottsági ülésen is elmondtam, részben érinti a beszámolót, hogy az iskola létszáma most 532 fő tanuló. Ez jövő tanévben maradni fog, mert ahány elballagott 8-os van, annyi iratkozik be. De ezt követően újabb csökkenésre számíthatunk, mert egy nagy létszámú osztály évfolyam fog elballagni a jövő tanévben. A beiratkozások száma meg úgy néz ki, hogy ilyen 60 körül, 50-60 között áll meg. Ezzel együtt egy érdekes tendenciára hívnám fel a figyelmet. Most jelen pillanatban Sortvadkerten 124 tanköteles korú gyermek van, ebből 54 iratkozott be, tehát 50%. Nem máshová iratkozott be, hanem visszamarad óvodába. Próbálok én tájékozódni, hogy ez mennyire egyedi, de most Szegedről van számom, ott is hasonló arányok vannak. Tehát most nagy félrejtésre nem az óvodát akarom ezzel hibáztatni, hanem maga a rendszert. Én ezt egyébként jeleztem már országgyűlési képviselő úrnak is, Von Sándornak, hogy adott alkalommal erről gondolkodjanak. Tehát valahol abszurdnak érzem, hogy ennyi gyerek visszamaradhat hanköteles. Tehát vagy akkor emeljék meg a korhatárt, hogy ne 6 évesen kelljen beiratkozni, és akkor nincs ilyen úgymond helyzet, hogy a szülő is most beírassa, ne írassa be, vagy más megoldást kell erre találni, de ez szerintem a rendszer épp azt bizonyítja, hogy így nem életszerű a rendszer, mert ennek olyan következményei is vannak, hogy adandó esetben 7 vagy 8 évesen iratkozik be, 16 éves a tankötelezettség, és lehet, hogy nem tudja befejezni a tanulmányait általános iskolába, mert éppen egy évet még ismételnie is kell, de akkor már nem tudja befejezni. 20 évesen fog érettségizni. Tehát nagyon át kell ezeket gondolni. Én megértem persze a szülői bizonytalanságot is. Lehet, hogy épp a központilag kell akkor azt mondani, hogy az iskolában az első évfolyam legyen egészen másmilyen, és ne féljenek a szülők beiratkozni. Vannak erre megoldások, de ilyen helyzetben nagyon érdekes helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon, nagyon fontos dolgok mindezik, és nagyon örülök neki, hogy itt is elhangzik, mert tudom én magam is, hogy többeket foglalkoztat ez a kérdés, és jogosan pró-kontra érvek hangoznak el, valóban el kell azért jutni oda, hogy tényleg ezen érdemes-e változtatni, és ha igen, akkor hogy és milyen formában. További kérdés észrevétel. Bezsenyi képviselő úrja szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Örömmel olvastam én is a beszámolót, főleg azt a részét is, amely ilyen eredményesen szerepeltek a diákok, és amiért szót kértem, amit hiányolok belőle. Az, hogy
azok a gyermekek, akik a zongora versenyen vagy egyéb versenyeken ilyen eredményeket érnek el, ott bizonyára van mögötte felkészítő tanár, mert azt tudom, hogy a szülők is oda teszik magukat ilyenkor, de azért a felkészítő tanárnak is a neve azért nem volna baj, ha beszámolva megjelenne, kik voltak azok, akiknek köszönhető, hogy ezek a gyerekekből esetleg ilyen eredményeket tudtak produkálni, és én hiszem, hogy ez egy fontos része, mert szerintem a pedagógus is büszke arra, hogy ő ilyen eredményt ért. A másik észrevételem az inkább egy kicsit figyelemfelkeltés volna, amit én magam is tapasztaltam, és itt a beszámolóban elnök úr említette, hogy az iskolának, és benne van az anyagban is, jó a kapcsolata a rendőrséggel. És amit az elmúlt időszakban személyesen tapasztaltam, a gyerekek nincsenek tisztában, hogy jó néhányan azzal, hogy a kerékpárra, a gyalogátkeleken hogyan kell közlekedni. Egyszerűen elébe hajtanak, áthajtanak, és főleg akkor, amikor a tanítás vége van, naponta én most több ízben megfigyeltem az elmúlt hónapban, és szinte mindig volt olyan több gyerek, és volt olyan, hogy én figyelmeztetni akartam, és nevetve ügyelőkbe intett, hogy és ez nagyon veszélyes dolog, odahajtanak, főleg itt a keresztezésben, úgyhogy ezt tudom, hogy nem csak az iskolának a feladata, hanem a szülőnek a feladata is. Én csak azért hívnám fel a figyelmet, hogy igen, ez egy elég veszélyi forrás, és pont a Kárász elnök úr is mondta, hogy biztonságosan töltsék a szabad idejüket, a nyári szünidőt a gyerekek. No hát ehhez szorosan kapcsolódik, és én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a jövőt illetően foglalkozunk, és akár nem tudom milyen órán lehetne erről beszélni a gyerekekkel, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, és nem szabad ilyet. Amikor esetleg az ő kedves idős szülők, vagy a nagymama leszáll a kerékpárról, és áttolja a kerékpárt, addig a fiatal mellette így elsuhan, és a diákokat figyeltem meg, hogy legtöbb esetben ők teszik ezt. Köszönöm szépen. Igen, nagyon szépen köszönöm. Csak ez a kerékpár és a gyalogátkelő hely. Tehát nem véletlen gyalogátkelő hely. Ott a kerékpárt tolni kell, és nagyon fontos ez. Mindaddig kell, és fontos mondani, még nem történik baleset. Ha baleset történik, akkor az már nagyon szívfájdító lesz. Az is egy nagyon jó dolog, hogy ez eredmények. Hát annyi eredmény van, hogy az elnök úr mindjárt fogja mondani, hogy miért döntöttünk úgy, hogy most nincs ott mindenkinél. Tiéd a szó, elnök úr. Egy kis úgymond spórolás dolog, és Kárász András mindig azt mondja, hogy papírország vagyunk, gondoltuk, hogy spórolunk egy icipicit a papírral. A Laci, neked teljesen igazad van, amit mondtál, hogy a tanárnak is ott a helye a gyerek mellett, mármint felkészítő tanárként, és ott volt a bizottságunkon ez az összesítés, és itt a bevezetőben én említettem, hogy legalább ugyanennyi A4-es lapon van annak a felsorolása, akik jó eredményeket értek el, csak ti nem láttátok, de a bizottság tagjainak módjában állt ezt megnézni, mert egy példány össze volt tűzve, és tényleg sok-sok oldalon ott volt a gyereknek az elért eredménye is, hogy miből, és hogy ki volt a felkészítő tanára is. Egyébként teljesen igazad van, de megvan ez a hiteles anyag. Udvarhely Attilái. A szerveren egyébként fönt van, ott a teljes táblázat, és ott olvashatók a tanárok, csak a nyomtatott formában nem kerül ki, de valóban fontos, hogy kik állnak mögötte. Illetve a kerékpárra meg köszönöm a megjegyzést és a figyelemfelhívást. Ez sajnos nem mostani probléma, ezzel már találkoztunk, de ezzel hatékonyabban kell ezzel foglalkoznunk, mert tényleg veszélyes a áthajtás. Köszönöm. Igen, tessék. Barát. Még egy rövid gondolat. Kérdezném, korábban már beszéltünk róla, hogy a pályaválasztással kapcsolatosan esetleges olyan helyi üzemek vagy műhelyek meglátogatása, hogy a gyerekeknek esetleg a szakképesítés irányába is lehetne talán a gyerekeket bemutatni, hogy milyen szakmák, milyen lehetőségek vannak, hogy fontos dolog, hogy a gyerek középiskolát, főiskolát, egyetemet végezzen, de azért óriási hiány van a szakemberekben, és egy érettségivel rendelkező szakemberre a jövőt illetően nagyon nagy szükség van, de ahhoz már most kellene látni neki, hogy körülbelül mely az az irány, ami esetleg neki tetszene, vagy éppen bevonnák egy-egy ilyen délutáni programba. Ebben kapcsolatban történt-e már valamilyen elmozdulás? Ez a része a pályaorientációs programnak.
ismeretem szerint lehet, hogy nem mindig más-máshoz mennek, de voltak már Fridman-borászatnál, királypékségben, műanyagüzemben, tehát ellátogatnak meg ez része is, tehát hogy nem csak vidékre, mert néha olyan is van, hogy esetleg egy más olyan jellegű üzembe elmennek, de helyi vállalkozók, akik fogadják, oda mennek. Ez mindenféleképpen valóban ezt, hogy már beszéltük is, és azt gondolom, hogy egyrészt ismerje meg a helyi vállalkozói kört, esetleg, hogy itt milyen munkát tudna vállalni, illetve hogy tényleg melyik szakma lenne neki megfelelő, tehát ez része, és ez tehát lehet ezt is mondom biztos erősíteni, de az adott keretben most minden nem fér bele, de járnak konkrétan, úgyhogy ez biztos, hogy megvalósul. Egyébként érdekes, vagy nem is tudom, hogy szomorú-e, vagy érdekes tényadat, a mostani 54 ballagó, tehát tovább tanuló 8-osból összesen 3 tanuló jelentkezett szakközépiskola, ami régen szakiskola volt. A többi az megoszlik a gimnázium és a szakgimnázium között, és most érdekes módon utóbbi 10 évben nem volt ilyen, hogy a gimnáziumban többen jelentkeztek, mint a szakgimnáziumban, mint a szakközépiskola kérdés jelenti. Tehát pedig most egyre inkább propaganda is, meg tényleg, hogy a szakma milyen fontos, és mégis a gondolkodás még mindnek, sőt, most átfordult, hogy másfélszer annyian mennek gimnáziumban, mint szakgimnáziumban nevezett szakképzésre. Hát akkor, amikor tudjuk, hogy mekkora szakember hiány van. Igen. Igen. Van-e további kérdés, észrevétel? Én közben azon gondolkodtam el, hogy ha jól emlékszem, akkor 25 vagy 26 évvel ezelőtt adatott meg, hogy először a Bodershausenbe kilátogathattunk. És ha itt körbenézek, akkor a Bezsenyi képviselő úr volt akkor szintén kint velünk először. És úgy bennem megmaradt akkor, hogy mi milyen csodálattal néztük akkor a Bodershauseni testvértelepülésünk óvodáját, iskoláját, a sport létesítményeit. Csak egy mozzanatot kiemelek, amikor a iskola udvarán voltunk, és a iskola tetőjére fölnéztünk. Én megmondom őszintén, akkor láttam életemben először napelemet. Ott akkor, 25 vagy 26 évvel ezelőtt napelem volt már fönt. Hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert honnan indultunk és hova jutottunk. Hallhattuk itt, hogy mennyi eredményt érnek el a Solt-Vadkerti gyerekek. Olyan sokat, hogy annyi papír kellett volna, hogy spóroltunk vele, így nem adtuk oda mindenkinek. És ma megállapíthatjuk azt, hogy az iskola műszaki, technikai, egyéb fejlettségbe én nyugodt szívvel tudom mondani, hogy elértük azt a szintet, ahol a Bodershausen testvértelepülésünk van, a óvodába is, és az iskolába is. Az iskola olyan szintű fejlesztéseket tudott végrehajtani, és ez nagyon jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy még az önkormányzati időszakban is nagyon komoly fejlesztések voltak, és ez a fejlesztés ütem nem állt meg, nem torpant meg, sőt, ha valakinek alkalma vagy lehetősége volt most az utóbbi időben részt venni valamilyen iskolai rendezvényen, azt láttatta, hogy hihetetlen komoly fejlesztések fejeződtek be az iskolába, és tudjuk, hogy most is folyamatban vannak fejlesztések, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy érezzék a Solt-Vadkerti szülők, hogy a Solt-Vadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában legjobb helyen vannak a gyerekek. Véletlen se szeretném azt mondani, hogy nincs még megoldandó feladat. Persze, hogy van. Sőt, egy dolgot itt fölírtam, hogy ha jól emlékszem, akkor 28 évvel ezelőtt, a 90 vagy a 91-es, az első vagy második költségvetés mikor készült, akkor 836 gyerek volt, akkor normatív támogatás volt, és ez alapján kaptuk a támogatást. Ez azt jelenti, a mostani számokat, ha figyelem, akkor 300 gyerekkel kevesebb van 28 év alatt. Ez a 20 fős osztály, az 15 tanterem.
De, hogy ezt a gondolatot is pozitívan zárjam, azért azt is tudjuk, hogy a 2016-ról 17-re soha nem látott mértékben nőtt Solt-Vadkerten a házasságkötések száma. Én azt remélem, hogy trendforduló lesz majd a gyermeklétszám alakulásába is itt Solt-Vadkerten. A következő napi rendi pontnál már tárgyaljuk az óvodát, és az óvodában több gyermek iratkozott be, mint az előző évben. Igaz, hogy nem 70-nel több, hanem 7-tel több, de az is több, mint az előző évben. Ezt csak azért akartam mondani, hogy nagyon sok pozitív eredmény van, de itt a feladatok vannak bőven, különösen a felnövekvő fiatal generációnál. Tényleg, ha ezen nem tudunk változtatni, hogy ez a gyönyörű eredményeket elért iskolánk, és gyönyörű műszaki színvonalon levő iskolánk, és óvodáink, stb. Megteljenek gyermekekkel, akkor az nagy gond. De én azt remélem, hogy ezen a területen is jó irányba haladunk. Esetleg valakibe generáltam-e kérdést? Amennyiben nem, aki elfogadásra javasolja a beszámolót, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. Az ötödik napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. Az ötödik napirendi pont tárgya 2018-19-es tanévben, illetve nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. Az előterjesztést Budai Antalné intézményvezető készítette, a szakbizottság tárgyalta, Haskó László elnök úrja szól. Köszönöm a szót. Mint ahogy már jelezted is, hogy a hétfővel emelkedett a beiratkozások száma. A beiratkozások ezek május hónapban megtörténtek rendre, és mindazok a gyerekek, akik harmadik életévüket betöltötték, azok óvodások lehetnek. A csoport létszám úgy alakul, hogy a következő évben, tanévben 216 fő gyermek lesz, és így 24 fő csapatok lehetnek. A Bocskai utcában 4 csoport lesz, és az Arany János utcai óvodában pedig 5 csoport fog indulni a 2018-19-es tanévben. Bizottságunk egyhangulag elfogadta az előterjesztésnek megfelelően. Köszönöm szépen! Szeretném kérdezni az intézményvezetőt, hogy van-e esetleg kiegészítés ehhez? Vagy még szebb az óvoda, mint ahogy én itt lerajzoltam? Természetesen nem akarunk ezzel humorizálni, nagyon komoly dolog ez. Kérdés, észrevétel, vélemény. Amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja az óvodai csoportok számának meghatározását, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. A hatodik napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének első módosítása. Jaszanovics Istvánné, az önkormányzat gazdasági vezetője készítette az előterjesztést, minden bizottság tárgyalta, az ügyrendi bizottság elnökéje szó Udvarhelyi Attiláé. Köszönöm a szót, polgármester úr, bizottságunk ügyrendileg tárgyalta a napirendi pontot, azt rendben találtuk, egyhangulat támogattuk annak napirendi pontként való tárgyalását. Köszönöm szépen. És a pénzügyi bizottság elnökét szeretnénk kérni, mint szakbizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját, javaslatát, véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint minden évben, az idén is várhatólag többször fogjuk a költségvetésünket módosítani, hiszen a tervezett költségvetéshez képest mindig történnek újabb bevételek és újabb kiadások, ahogy alakulnak akár a különböző állami támogatások, normatívák, illetve a pályázatoknak az elszámolása, ahogy történik, ezt mindig folyamatosan idézőjelben karban kell tartani. Köszönjük az előterjesztés készítőjének, ismételten kaptunk 14 táblázatot, úgyhogy ebben minden olyan elem benne volt, ami a város költségvetését érinti, plusz-minusszal megspékelve. Ebben a költségvetési módosításban most a jelentősebb tételek nem voltak. Igazából különböző bérkompenzációk, átcsoportosítások, állami finanszírozásból levő plusz bevételek, különböző kulturális illetmények, normatív támogatás, módosítások, szociális ágazati összemont pótlékok szerepeltek zömében. Nyilván néhány pályázati tétel is megjelent a költségvetés módosításában, de ezek a kisebb pályázatokból valók. A költségvetési főösszegünk így 1.421 millió forintra változott,
és annyit szeretnék még hozzátenni, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak 10 pályázata fut, amit menedzselni, illetve folyamatosan monitoringozni kell. Ennek az értéke mintegy 1 milliárd forint, és gyakorlatilag ehhez az önerő az minimális az idei évben. Tehát nem nagyon volt még ilyen, hogy polgármester úr a bizottság ülésen említette, hogy ekkora volumenű pályázati pénzekkel kell számolnunk, illetve ezeknek a beruházásoknak kell megvalósulniuk folyamatában is, meg még majd, amíg később elkezdődnek. A pénzügyi bizottság ezeket a módosításokat elfogadta, jóváhagyta és egyhangulag megszavazta. Köszönöm szépen! Szeretnénk hallani Bezseny László elnök úrtól, hogy hogy látja 2018. évi költségvetés első módosítását a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság. Köszönöm a szót, polgármester úr! Hát, mint elhangzott, ez egy kötelező jellegű módosítás. Túl nagy vitát nem váltott ki a bizottság ülésen, és a pénzügyi bizottság elnöke a fontos dolgokat elmondta. Én azt hiszem, hogy erről többet nem is nagyon lehet mondani. Az a része a kimutatásoknak a 11-es melléklet, ami erre célosztná, hogy az 1 milliárd forintos jövőbeli pályázati összegről van szó, na hát az egy beszédes dolog, hát ezt átbeszéltük, hát ezt majd valószínűleg a városlakói is látni tudják, hogy milyen fejlesztések fognak a közeljövőbe, illetve ezt követően majd a városba történni. A bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolta a beszámolót. Köszönöm szépen! Környezetvédelmi és a Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetésére Zsikla Győző elnök úrnál a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr! A mi bizottságunkon is ugyanezeket a dolgokat átbeszéltük. Mi is örültünk a 11-es táblázatnak, hogy milyen nagy beruházások történnek. De ott azért aggodalom is megfogalmazódott, mert ezek a nagy pályázati összegek, amihez valóban kevés önerő van az önkormányzat részéről, ezek egy-két éves beárazásúak, és az utóbbi időben pedig az árak egy kicsit megmozdultak, kezdenek elszaladni. Tehát elképzelhető, hogy ezek a beruházásoknál az önkormányzatnak az önerő, ha nem is igényel a dolog, de hogy mégis megfelelő színvonalon valósuljanak meg, esetleg pótolni kell az árak emelkedéséből fakadó hiányokat. Tehát ezért nagyon, nagyon óvatosan kell gazdálkodnunk az idei évben, hogyha ilyenek felmerülnek, akkor erre lehetőségünk legyen, a bizottságunk is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Haskó László elnök úr, jelszó. Köszönöm szót, polgármester úr! A bizottságunk is tudomásul vette, nyilván ez egy kötelező eleme a költségvetési rendelet módosítása, a kiadási bevételi oldalon mozgások vannak, ugyanakkor örömmel vettük azt, hogy hát ugye korábban is tudtuk, hogy nagy beruházások vannak, hogy az 1,1 milliárdos beruházásnál, tehát miután képviselő vagyok 10-akárhány éve, ilyen pici önerővel soha nem dolgoztunk, tehát ehhez képest százalékosan az a 30 millió forinti önerő, ami valószínű úgy, hogy a Győző is mondta, egy icipicit módosulhat, és nyilván észnél kell lennie a kiadási oldalon, hogy adott esetben ki tudja az önkormányzat pótolni, tehát 30 milliós önerőnél tartunk pillanatnyilag, és ez lehet, hogy egy picit több lehet, de örülünk neki, hisz ekkora beruházás, hát nagyon rég volt, és ilyen pici önerővel ez abszolút, mondjuk úgy, hogy lottőtös szinte. Egyhangulag támogattuk a módosítást. Köszönöm szépen! Kérdés, észrevétel, vélemény költségvetés rendeletmódosításhoz. Talán tényleg annyit hadd mondok el, hogy sokszor fölmerül az, hogy hát ennyi pályázat. Soha nem volt még ennyi, és ezek mind nyertes pályázatok, a felsorolt 11 pályázat. Folyamatban van még jó néhány előkészítés alatt lévő, illetve beadott pályázatunk. És ha valaki nyert már pályázatot, akár Európai Uniós, vagy bármilyen pályázatot, az tudja, hogy nagyon nagy öröm az, mikor valaki megnyeri a pályázatot. Mi ezen túl vagyunk már,
mi már a kemény munka közepén vagyunk, és érezzük ennek a terhét, amit a Zsikla képviselő úr is, és többek itt megfogalmaztak, hogy igen, ez több évvel ezelőtt készült tervek, költségek, költségbecslések, illetve költségvetések, és ennek a terhe itt van rajtunk, de én most nem is erre akartam kitérni, hanem arra, hogy hihetetlen adminisztrációs terhet jelent egy-egy pályázatnak a adminisztrációs levezénylése, és hát most itt gondoljuk el, hogy ez csak 11 pályázat, mennyi minden odafigyelést igényel, és hogy ezek az elszámolások azok mind olyanok legyenek, amiben majd évekkel később sem találnak a adott ellenőrök hibát, és hála Istennek elmondhatjuk, hogy Solt-Vadkert város önkormányzatának a gazdálkodása, pénzgazdálkodása mindig is és jelenleg is stabil ilyen szempontból, és a munkatársaink követik a jogszabályi változásokat, és olyan előkészített anyagokkal tudnak dolgozni, és adott esetben az ellenőröket fogadni, hogy zökkenőmentesek voltak eddig mindig az ellenőrzések. De valóban így van, hogy ez nagyon nagy terhet jelent az apparátus számára. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, akkor már csak annyi a feladatom, hogy megköszönjem a gazdasági vezetőnek és az előterjesztést készítőnek, hivatal vezetésének ezt a munkát, és aki elfogadásra javasolja 2018-as költségvetési rendelet első módosítását, kérem kézfeltartással is jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. A hetedik napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A hetedik napirendi pont tárgya, Solt-Vadkert város önkormányzat képviselőtestülete 2018 második félévi munkatervének elfogadása. Minden bizottság tárgyalta. Udvarhelyi Attila elnök úrja szó az ügyrendi bizottság részéről. Köszönöm a szót, polgármester úr. A második félévi munkatervről szóló előterjesztést bizottságunk rendben találta. Egyhangulat támogatjuk annak napirendi pontként való tárgyalását. Haskó László elnök úrtól szeretnénk hallani, hogy a köznevelési, kulturális, sport és az egészségbizottság mit javasol a munkatervvel kapcsolatban. Köszönöm szót, polgármester úr. Bizottságunk azt javasolja, mint minden évben, ugye júniusban szokott lenni a következő fél évnek a munkaterve, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadjuk el. Szóval az SMS-be 10 ülést ír elő nekünk a regula, és ennek megfelelően készült a vázlat, most nyilván ez csak egy vázlat, a napi teendők, illetve havi teendők fogják majd meghatározni azt, hogy valójában hány napi rendi ponttal fog majd a képviselőtestület működni egy-egy hónapban. Ami biztosnak tűnik már most, az, hogy a közmeghallgatás az 2018. december 5-én szerdai napon fog lenni a szokásos helyen és módon. A többi változások lehetségesek. Egyhangulag támogattuk előterjesztésnek megfelelően. Köszönöm szépen. Bezseny László elnök úrja szó a gazdasági és vállalkozási bizottság részéről. Gazdasági bizottságnak is egyhangú a véleménye, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen, szeretnénk meghallgatni a pénzügyi bizottság álláspontját Kárász András elnök úrtól. Köszönöm a szót. Hosszas vitát nem generált nálunk ez a napirendi pont, egyhangulag elfogadtuk. Igen, és Zsikla Győző elnök úr, mit tud hozzátenni mindezekhez? Köszönöm a lehetőséget, polgármester úr. Mi se sokat vitatkoztunk rajta, és már előre a bizottság felhatalmazza a testül, vagyis az önkormányzatot, hogy ettől egy picit el is térhet, és így javasoljuk elfogadást. Hogy nem a szigor van a képviselő uralkban, hanem lehetőséget, mozgásteret biztosítanak nekünk, és komolyra fordítva, ha jól emlékszem, akkor az udvarhelyi képviselő úrnak volt olyan javaslata, amit most légy szíves, ismételj meg. Köszönöm. Szóval, polgármester úr, azt indítványoztam, hogy a szeptemberi testületi ülés elején azokat a fiatal sportolókat úgymond jutalmazzuk, ismerjük el önkormányzati szinten, akik diákolimpiát, országos diákolimpiát, vagy éppen magyar bajnokságot nyertek. Ők ugye a januári elismerésben, amikor is inkább felnőtteket részesítünk ebben, vagy az októberi
elismerések között ők nem szerepelhetnek, de azért nagy eredmény az, amit már esetleg 12-14 éves korban elérnek, és hál' Isten egyre több van belőlük, tehát megérdemelnék azt, hogy egy kis elismerésben részesüljenek. És most kiegészítve, amit kifogásolta, hogy hiányolt Bezsén László, hogy esetleg a felkészítő edzők is legyenek jelen. Jó, köszönjük szépen, tehát ezt úgy képzeljük, mint ahogy a februári testületülés szokott napirend előtt ezzel fogunk kezdeni. Bizonyára emlékezünk rá mindannyian, hogy évről évre mindig azzal találkozunk, hogy mennyi és mennyi érték van, mennyi és mennyi eredményt érnek el soltvadkertiek, megyei, országos és adott esetben nemzetközi szinten, és többször fölmerült már ez, hogy az iskoláskorú gyermekeket is be kellene vonni, de hát viszont azt láttuk, hogy akkor az nagyon sok egyszerre, ilyenkor a tanév végén, szeptemberig van idő mérleget elkészíteni, és majd szeptemberi ülést ezzel fogjuk kezdeni, szintén ünneppel, ünnepi hangulattal fogjuk köszönteni kiemelkedő eredményeket elért általános iskoláskorú gyerekeinket. Fogadásra javasolja az előterjesztést, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. A 8. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A 8. napirendi pont tárgya művelődési ház klímaberendezés karbantartási költségei. Én ehhez picit talán hozzátenném klíma, illetve szellőző berendezés karbantartási költségei. A gazdasági vezetőnk készítette az előterjesztést, két bizottság tárgyalta. Haskó László elnök úr a szó, köznevelési kulturális sportbizottság részéről. Köszönöm szót, polgármester úr. A köznyelvben ez a művelődési ház úgy szerepel, hogy sok esetben, hogy az új műfáz. Most hát ez annyira most már azért nem új műfáz. Igen, és bizony ezek a szellőző vagy klímaberendezések karbantartása, tehát lehet, hogy hamarabb is indokolt lett volna, de most oda jutottunk, hogy abszolút indokoltnak tűnik. És bizottságunk egyetért azzal, hogy ez történjen meg, ez a karbantartási feladat. Még előfordult, hogy új elemekkel is kell gazdagítani ezt, mert a régiek már esetleg nem funkcionálhatnak így. És erre 500 ezer forint plusz áfa irányzatot jóvá hagytunk, illetve javasoltuk azt, hogy ebbe a körbe legyen egy fölmérés, akár villamosság tekintetében is, hiszen a moziteremnek a mennyezeti világító testei azért eléggé hiányosak most már, elég régóta. Most ez nem azt jelenti, hogy azonnal meg kell csinálni, de egy fölmérés, hogy mennyibe is kerül ez, és nyilván ennek a pénzösszeg, illetve az aktualitása függvényibe kerüljön erre is sor, hogy előbb-utóbb kijavításra kerüljenek. Bizottságunk egyhangulag támogatta előterjesztésnek megfelelően a 500 ezer plusz áfát, illetve a fölmérést. Köszönöm szépen. Szeretnénk hallani Kárász András elnök úrtól, hogy a pénzügyi bizottság hogy látja mindezt. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ahogy előbb elhangzott, egy 500 ezer forintos keretösszegről van szó. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk vele, hogy egy ilyen régen felülvizsgált rendszernél nem lehet pontos összeget meghatározni, hiszen számtalan probléma merülhet fel az egyes berendezésekkel kapcsolatban, itt akár lehetnek mechanikai, akár légtechnikai problémák is. Minden esetre, hogyha nagyobb értékű javítást állapít meg majd a felmérés, illetve a karbantartás, akkor nyilván szakaszolni szeretnénk ezeknek a felújítását, de mindenféleképpen jó, hogy ez elindult, hiszen, mint ahogy elhangzott, ez az új művelődési ház immár 15 éves, tehát abszolút módon ráfér a rendszernek a átvilágítása. A pénzügyi bizottság ezt az 500 ezer forint plusz áfa keretösszeget támogatta, természetesen, hogyha kevesebb, annak csak örülni fogunk, hogyha több, akkor pedig egy szakaszos javításban tud a pénzügyi bizottság gondolkodni. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, vélemény. Amíg esetleg gondolkodtak itt, hadd mondjam ezt, hogy nehéz váltanunk. Most is azt mondtuk, hogy művelődési ház, Gyöngyház kulturális központ. Tehát tényleg jó lenne, hogyha úgy átvennénk. Tudom, hogy nem egyszerű ez, de nagyon szép neve, nagyon szép névadó ünnepség volt. Bezsenyi képviselő úr, jelszó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Olvastam ezt az előterjesztést, és
A műfáz igazgatója ugye több vállalkozást megkeresett, és csak két ajánlat érkezett. Ezért kicsit segíteni szeretnék oly módon, hogy hát ez egy kicsit messze áll a műfáz igazgatói tevékenységi körtől, egy ilyen, ha jól emlékszem, ez 2000 tájékán, amikor ez épült, akkor én ezt úgy emlékszem rá, hogy ez egy szellőztető berendezés, és én azt szeretném kérni, hogy a város építésze keresse meg a gépészterveket, ide vonatkozó, mert abban a pillanatban, amikor valaki vállalkozáshoz oda megy, hogy lássuk, hogy miről van szó, akkor látni kell, ez nem csak az, hogy mi van beépítve, hanem hogy milyen rendszer ez az egész, mert én emlékszem rá, hogy ez nem egy egyszerű dolog volt, annak idején egy eléggé új technikai megoldás, és éppen ezért, hogyha a gépészterveket megtalálnánk, és azzal mennének el egy vállalkozáshoz, hogy lássa, hogy miről van szó. Mert nagyon sok vállalkozásnak ideje sincs arra kijönni, hogy most hova bújjon el, merre nézze meg, hol vannak ezek az egységek beépítve, de önmagában a terv dokumentáció van, akkor már sokkal könnyebb ajánlatot kérni, és valószínű, hogy még szerepel, még lehet, hogy az a cég is, aki ezt annak idején beépítette. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel lehetne egy kicsit előmozdítani, hogy ne legyünk kiszolgáltató, hogy egy vagy két cég ad ajánlatot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy sötét zsák így módon, hogy majd meglátom, aztán lehet, hogy ki kell cserélni egységeket, ezek az egységek itt mindjárt milliós pénzek fognak menni. Tehát itt azért erre óvatosnak kell lenni, én ezért első a gépészterv, azt lássák, és azt követően lehet látni, hogy ott is valószínűleg van ennek egy gyenge pontja, ahol ezek a problémák, a karbantartás hiánya, lehet, hogy tisztítás hiánya, ez egész csak. Tehát itt számtalan dologról lehet szó. Ezt javasolnám könnyíteni. A segítséget, ez úgy tudom, hogy ez nem történt meg, tehát de igen, megtörtént, a gépészeti tervek megvannak, és akik ajánlatot tettek, ők voltak itt kint személyesen, akkor ezek szerint a gépészeti tervek birtokában is megnézték, hogy miről szól a dolog, de most, amire mi a fedezetet biztosítjuk, az egy felülvizsgálat, ami alapján majd ki fog derülni valóban, amit mondtál, hogy milyen feladatok vannak azon kívül, hogy tisztítás, karbantartás, stb. Az a cég megtalálható, aki ezt beépítette, mert valahol az is szerepel, lehet, hogy nem a dokumentációban, mármint a terveken, hanem egyéb iratokban ott megvan, hogy kik voltak a gépész kivitelezők, mert mondom, én úgy tudom, hogy még az a cég valós. Jobb. És valószínű, hogy ők azok, akik leghamarabb ebbe belelátnának. Ezt majd a gépész kolléganőnket meg fogjuk kérni, illetve az építész kolléganőnket, hogy a dokumentációk alapján próbáljuk előkeresni, hogy ki volt a beépítője, és természetesen, ha ez elérhető, akkor meg fogjuk keresni. De tudom, hogy a Gyöngyház Kulturális Központ igazgatója elég sok időt töltött ezzel a dologgal, és valóban így van, hogy nem ezt tanulta, tehát nem. További kérdés, észrevétel, vélemény, amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen egyhangú képviselőtestület döntése. A 9. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. 9. napirendi pont tárgya Soltvadkert Komszol Kft. Ügyvezető állására érkezett ajánlatok, illetve ajánlat értékelése. Ügyrendi bizottság elnökéje a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr, a ügyvezetői állásájára kapcsolatos napirendi pont ügyenileg rendben találtatott. Egyhangulat támogattuk annak napirendi pontként való tárgyalását. Gazdasági és vállalkozási bizottság elnökét, Bezseny László elnök urat kérjük a bizottság álláspontjának ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk valóban részletesen megtárgyalta a beérkezett pályázatot. Egy pályázat érkezett, Schnuller Andornak a pályázata, aki Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 13 számlati lakos, kertész technikusi végzettséggel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri, hiszen legalábbis Soltvadkerten, hiszen már az előző egy évben is megbízás alapján ezt a munkakört töltötte be, és végezte ezt a, hát nem mondom, hogy ilyen nagyon hálás feladat a Kommunális Kft.-nek a munkakörét betölteni, de természetesen, mint
fiatal, ifjú titán, hát belevetette magát, valószínűleg most egy év után ismerkedik azokkal a most már felmerülő problémákkal, amelyekkel szembe kell nézni, és amelyre már gyakorlatot szerzett. A bizottságunk előtt egy elég részletes anyagot kaptunk, illetve láthattunk intézmény vezetői programba. Nagyon sok olyan visszaköszönő dolog került meghatározásba, amelyet szeretne az intézmény vezető végrehajtani. Ami bizony azért visszaköszönő, mert ezeket a problémákat nagyon jó lenne megoldani, de ehhez nagyon sok olyan háttér segítség kell neki, amellyel azt hiszem egyedül nem fog tudni megbirkózni. Ehhez kell a teljes képviselőtestület, illetve a polgármesteri hivatal vezetésének is a segítsége. Mire gondolok, itt nagyon sok olyan probléma merül fel, akár a csapadék elvezetése kapcsolatosan, akár a utcai rendeknek a kialakítása, vagy csak más nem mondjak, a vadkertító környezet egy külön önálló programot kíván, és én úgy hiszem, hogy ezeknél felmerülő gondok, amelyeket talán a helyi lakosaink nem mindig hajlandók a megfelelő szabályok alapján a közterületeken a rendet és az egyéb dolgokat fenntartani. Itt bizony be kell vonni a városnak a hatósági jellegű tevékenységét is, mert nem elég a felszólítás kétszer-háromszor, hogyha ezek a különböző munkafolyamatokat vagy a ott lévő helyreállításokat a lakosok nem végzik el. Itt sok mindenről lehetne, most két oldalnyi anyagot lehetne erről felolvasni, hogy mik azok, amiket itt nap mint nap szembesülünk is el kellene végezni. Itt hatósági jogkörre kell időnként sajnos érvényt szerezni a rendeleteinknek. A technikai háttér azt ismerjük, hogy a Komlés Kft-nél nem egy olyan szinten van, ami a mai kor követelménye, ezért nagyon fontos, hogy pályázatok útján a technikai berendezést, gépeket, eszközöket, ha egy módon rá, be kell szerezni, főleg azért is, mert a jövőt illetően valószínű csökken az a létszám, amellyel eddig rendelkezés lett, tehát a közmunkásoknak a létszáma, és ezt valamilyen technikai háttérrel kell megoldani. Természetesen ennek is van egy másik vonzata, hogy a technikai háttérhez megfelelő kezelő személyzetre van szükség, ami megint gond, hiszen épp előbb elmondta igazgató úr, hogy összesen három olyan személy jelentkezik most a nyolcadikos körből, akik mondhatni azt, hogy szakmai képesítést szeretnének szerezni. De most, ha ilyen az arány, akkor bizony gondok lehetnek, hogy mi várható, hogy mikor talál majd gépkezelőt, és akkor nem kell mondani még, hogy milyen szakemberekre volna szükség. De mindenesetre a vezetői programot azt a bizottságunk nagyon alkalmasnak tartja. Ha ebből fokozatosság elvéve sikerül ezeket végrehajtani, és ezt azért mondom a fokozatosság elvét, mert valószínűleg ezt egy-két év alatt nem lehet megoldani. Hosszú távon kell ebbe gondolkodni, de úgy gondolom, amikor erőn felül kell valamit, és vannak azonnal elhárítandó események is, akkor én azt tudom javasolni, és a bizottságunknak is ez volt az álláspontja, hogy akkor külsőst is igénybe kell venni, de az nem kezelhető állapot, hogy esetleg hetekig olyan problémák elé nézünk, amely a város képét, vagy éppen a vadkerti strand területét, vagy az ott lévő üdülővezetnek, hát nem éppen épületes látványt biztosít. Tehát ilyenkor én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy nincs kapacitás, és ez érthető, akkor be kell vonni külsőst, és meg kell oldani azzal. Úgyhogy a bizottságunk tekintette arra, hogy már van némi rálátása az eddigi tevékenységről, a munkavégzésről, egyhangulag elfogadással javasolja a pályázatnak és a Komszom Kft. Pályázatára érkezett Schnüller Andornak az anyagát, úgyhogy egyhangulag elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, szeretnénk hallani Haskó László elnök úrtól a köznevelési, kulturális sport és az egészségügyi bizottság álláspontját. Köszönöm szót, polgármester úr. Bizottságunk viszonylag könnyű helyzetben volt, hisz nem csak ezt az írásos anyagot tudta elolvasni a programot, hanem azt is láthattuk már, és nyilván a lakosságtól szerzett információkat is az ember felhasználta,
hogy a korábbi megbízatása révén is hogyan munkálkodott, és bizottságunk úgy értékelte, hogy mindezt összevetve a jelentkezőt javasolja arra, hogy betöltse ezt a igazgatói állást. Pénzügyi bizottság elnökéje a szó Kárás András elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint ismert, Andor egy éve, illetve bő kilenc hónapja tölti be az ügyvezetői tisztet jelen pillanatban a Komszol Kft. Vezetőjeként. Ő adta be a pályázatát a következő 3 évre. Én azt gondolom, hogy egy évvel ezelőtt jó döntést hoztunk. Nagyon-nagyon sokat mélegeltünk akkor, több pályázó volt ezzel kapcsolatban, és hogy helyi lakost választottunk, ez később én úgy gondolom igazolta a döntésünket, hiszen a ügyvezetői állás egy Komszol, azoknak a feladatoknak a menedzseléséhez, amit a Komszol Kft. Ellát, ez mindenképpen jó, hogyha vadkeleti lakos áll ennek az élén, hiszen ez a feladat, ez sokszor nem 8 órás munkaidőt igényel, hanem hétvégén, délután, este elérhetőséget kell, hogy biztosítson az ügyvezető a különböző feladatok és problémák megoldásához. Időnként még a hivatalba is be kell neki költöznie. Az elkövetkezendő 3 évvel kapcsolatban azok a tervek és elképzelések, amiket az Andor elénk tárt, azok nagyon jó lenne, ha mindent tudna valósulni. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez egyszerre, mint ahogy Bezsenyi képviselőtársam elmondta, nem fog menni, de látjuk azt az utat és azt a törekvést és tendenciát, hogy a szakállas problémákhoz bátran hozzányúlt az Andor. Nyilvánvalóan nem lehet úgy problémát megoldani, hogy mindenkinek a kedvébe járjon, és a legfontosabb az ő részéről az, hogy az önkormányzat érdekeit képviselje, és a város érdekeit képviselje a különböző problémákban. Én azt gondolom, az Andor erre maradéktalanul megfelel ez, és hát nem beszélve arról, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápol az őt segítő különböző munkatársakkal, így gondolok akár a tűzoltósággal, akár pedig a polgárőrséggel, hiszen ezek az emberek segítik az ő munkáját legtöbbször, és hát az előbb elhangzott problémák mellett igyekszik a feladatokat a lehető legjobban ellátni. Sok részletbe belementünk a bizottság ülésen, most ezt itt nem tennénk meg. A bizottságunk egyhangulag támogatta azt, hogy Andor maradjon az ügyvezető igazgató. Elhangzott még a bizottságunkon a különböző városmarketing és turisztikai feladatokkal kapcsolatos teendőknek az ellátása. Ez most már hosszú ideje görgetjük magunk előtt ezt a problémát, hogy a városnak szüksége van egy olyan emberre, aki kiemelten a nyári szezonra, de a nem nyári szezoni rendezvényeket is lekoordinálja. Nyilván erre majd szeretnénk egy turisztikai végzettségű embert akár fél műszakban, akár egész műszakban foglalkoztatni, hiszen ha megvalósulnak azok a turisztikai pályázatok, amik a Vidöstón vagy a Vadkerti tónál elterveztünk, akkor annak a működtetésére, illetve az ottani marketing tevékenység elvégzésére szükség lenne egy ilyen emberre. Bizottságunk még egyszer mondom, egyhangulag támogatta az Andor kinevezését. Köszönöm szépen. A vitánál vagyunk, de előtte azért megkérdezem a pályázatot, hogy van-e valami olyan gondolat, amit nem írtál le, de szeretné a pályázatot bírálók figyelmébe ajánlani? Köszönöm a szót a polgármesternek és a testületnek. Igazából próbáltam a pályázatomat elég kimerítően és alaposan elkészíteni, mivel hogy az elmúlt 9 hónapban még jobban beleláttam a városnak az irányú életébe. Lesz feladatom bőven, hogyha megbíztok bennem, és ígérem, hogy a legjobb tudásom és akaratom szerint szolgálom a várost. Köszönöm. Szépen. Fölmerült itt, és ugye eszembe jutott a szakállas problémák. Nem tudom, hogy majd, ha megyünk haza, és aki a körforgalom felé megy, majd láthatja, hogy tényleg nagyon régóta nem sikerült úgy megvalósítani azt, és most már gépesítve van a zöld növényzet magasságának a beállítása. Ez egy nagy előrelépés történt ezen a területen is. De a kérdéseknél vagyunk. Zsikla képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót. Nem kérdésem van, csak a bizottsági ülésen az első feladatot is meghatároztuk az Andornak, mint az új igazgatónak, és ez pedig az, a képviselők nagy többségének egyetértésében, hogy a piacon az árusítási rendet tessék visszaállítani. Igen, ezzel kapcsolatban azért
én árnyalnám egy picit a képet, tehát úgy javasolta a bizottság, hogy készüljön egy objektív fölmérés, hogy mit szeretnének a piaci árusítók. Ez az objektív fölmérés elkészült, és ez alapján meghozta az ügyvezető igazgató a döntést, és július 2-3-ától, KEDtől a régi rendszerint fog a piac üzemelni. További kérdés, észrevétel, vélemény? Igen. Na, a szót a bizottság ülésen, bizottságunk részéről, és talán én mondtam az Andornak, hogy ehhez a több éves munkakörhöz kívánok neki visszafogott szerénységet a lakossággal szemben, és ugyanakkor hatalmas lendületet a munkába. Úgyhogy ez volt a mottoja, annak így bocsájtottuk útjára, bizottsági döntés alapján, mert tudjuk azt, hogy a lakosság részéről nagy tolerancia kell, tűrőképesség kell meghallgatni őket, mik a gondok, mik a problémák, de ugyanakkor, ha felmerülnek, akkor viszont válvetve teljes mellszíleséggel neki a feladatoknak, és azt úgy kell elvégezni, és természetesen ehhez, mint ahogy elhangzott, mindenki a megfelelő segítséget meg kell, hogy adja. Igen, ezt még mondott a Bezsenyi képviselő úr egy olyan dolgot is, nem akarom elhumorizálni véletlenül sem, hogy a gépkocsi korára való tekintettel egy picit kevesebb gázzal. Aki érti a dolgot, azt tudja, milyen mondtam, és nem. További kérdés, észrevétel, vélemény. Amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja, illetve támogatja Snüllei Andor ügyvezetőigazgatói pályázati kinevezését, kérem, készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. Gratulálunk, sok sikert, erőt és kitartást kívánunk a következő időszakok nem kevés munkájához. Képviselőtestület folytatja a munkáját a 10. napirendi ponttal, amely egyben a nyílt ülés utolsó napirendi pontja is. A 10. napirendi pont tárgya Solt-Vadkert külterület 097/61 és 097/63-as helyrajzi szám alatt felvett területeket érintő rendezési terv módosítással kapcsolatos kérelem elbírálása. Két bizottság tárgyalta az erőterjesztést, a gazdasági és a pénzügyi bizottság. Elsőként a gazdasági bizottság elnökét, Bezsenyi László elnök urat kérem, és egy picit részletesebben fejtse ki, hogy hol van ez a terület, miért kell a rendezési tervet módosítani. Az elnök úr, a szó. Polgármester úr, tehát a kérelmező jelen pillanatban az elhangzott helyrajzi szám, amely, ha a Vadkerti tó felé megyünk, és mielőtt jobbra a kemping felé elkanyarodnánk, balra lévő terület, a Lehocki tanya után, ez két területet érint, mint ahogy elhangzott, és arra a területre ők megvásárolták, és pályázatot nyújtottak be szálláshely létesítésre, tehát a turizmus fejlesztés és a szálláshely fejlesztés, ami Vadkert városában nem egy ilyen hanyagolható szempont. Tehát ezt követően megkeresték a kiskörösi építés hatóságot, és szerettek volna oda hát építésengedélyt kérni. Erre a körösi hatóság meg is adta az engedélyt, hogy lehet, majd ezt követően az érdeklődő, illetve a pályázó az bejött és megkérdezte a helyi építési pontunknál lévő építés asszonyt, hogy a kerítését hova helyezze el, és akkor kiderült, hogy ide teljesen más építési besorolás alatt van, ide nem lehet ilyen jellegű építményt elhelyezni, csak akkor, hogyha rendési tervet módosítunk. Úgy gondoljuk, hogy tekintette egy megnyert pályázatról van már szó szinte, éppen ezért a rendezési terv készítője, a mérnökasszony, aki Vadkert városában a rendezési tervet készíti, ő neki van egy szakmai javaslata, hogy hogyan lehetne ezt áthidalni, és az ő javaslatával egyetértve a bizottságunk javasolja, hogy a rendezési terv módosítást így módon, ahogy az előterjesztésben szerepel, hogy ide az építés helyett a korábbitől eltérjen,
egy más besorolásba kerüljön ez az egy terület, tekintette arra, hogy ez nem lakóház és nem egyéb épületeknek az építésére alkalmas terület, de a szálláshely az önmagában a turizmus, a Vadkerti tó irányából az kezelhető, és a rendezési terv készítője ezt javasolja, hogy így módon a képviselőtestület, amennyiben ezt támogatja, akkor a rendezési terv módosítást el lehet indítani. Ennek a vonzata az, hogy az anyagi fedezetet erre a kérelmező minden ezzel kapcsolatos költséget neki kell vállalni, ő ezt tudomásom szerint ezt vállalja, és amennyiben egy rendezési tervet ki tudnak várni a pályázattal, akkor valószínű, hogy van értelme, hiszen egy rendezési terv az általában fél év és egy év időpont alatt lehet megvalósítani, hiszen annyi szakhatóságot kell megkeresni, és ott mindig a határidők, amire lejárnak, hát általában van, amikor egy évig is el tud húzódni, de minden esetre a kérelmezőnek ez volt a kérése, hogy amennyiben van rá mód, akkor ő áll elébe, azaz, hogy kérjük, hogy támogassuk ez irányú kérelmét. Gazdasági és Vállalkozási Bizottság egyhangulag támogatásra biztosította az előterjesztést. Köszönöm szépen! A pénzügyi bizottság álláspontjának ismertetésére Kárász András elnök urat kérem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bezsenyi képviselőtársam elmondta, hogy miről is van itt ennél a területnél szó. Elég sokat hezitáltunk ennél a napirendi pontnál. Nyilván pro és kontra érvek hangzottak el arra vonatkozólag, hogy ez a terület majd milyen lehetőségeket indít el, illetve ennek a területnek az értéke, meg egyebek hogyan fognak az átminősítés után módosulni. Nem beszélve arról, hogy a közműveknek a megoldása is ennél a területnél megoldható, de későbbiek folyamán mögöttes területeknél már nem. A döntő érv az az volt, hogy egy turisztikai fejlesztés valósulna itt meg, és reményeink szerint ez prosperálni is fog, és amennyiben ez így fog történni, ezt a pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Nyilvánvalóan elhangzottak azok a fékek vagy gátok, amik elindítanák egy olyan lavinát, hogy itt tömegesen lehetőség legyen ilyen területeknek az átminősítésére. Egyelőre itt határos területről van szó, és ezt a pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen! Kérdés, észrevétel, vélemény rendezési terv módosításával kapcsolatban. Bezsenyi képviselő úr. Köszönöm, polgármester. Egy pontosítást szeretnék, mert egyhangulag mondtam a bizottságnak a támogatását, és három igen és egy nem szavazott a bizottság erről. További kérdés, észrevétel, vélemény. Aki támogatni tudja a rendezési terv módosítását, kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú a képviselőtestület döntése. Ezzel a mai képviselőtestület ülésünk nyílt részével végeztünk. Egy napirendi pontot zárt napirendi pont keretében kell tárgyalnunk a megyei díjakra tett javaslatot, mivel személyi kérdés, így ezt így javasoljuk. Szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak, szeretném megköszönni a hivatal vezetésének és a hivatali dolgozóknak a mai képviselőtestületi munkát, de ezen kívül szeretném megköszönni az első fél évi munkát, hiszen terveink szerint most két hónapos szünet következik, július és augusztusban rendes képviselőtestületülést nem tervezünk tartani. Terveink szerint szeptember 26-án 14 órára tervezzük a következő képviselőtestületülést összehívni. Minden jelenlévőnek és a televízió képernyőjén keresztül minden sortvadkertinek kellemes nyári kikapcsolódást, pihenést és készülést kívánok az őszi időszakra. Ezzel a mai képviselőtestület ülést bezárom.